Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Újra egy üvegstúdió. És még hányszor lesz egy ilyen? A turné után, a budaörsi reptér után újra üvegstúdió van. Aztán jövő héten megint megyünk, utána majd jönnek a klasszjának. Többet leszünk üvegstúdióban, meg kamionban, mint otthon Budapesten, a saját stúdióban. Ami nem baj. A jövő héten csak kétszer fogunk útra kelni. Így van, jövő héten megyünk, ugye szerdán, majd erről beszélünk, aztán, ahogy hallom, most már csütörtökön is, úgyhogy sűrűsödnek a programok, és hát onnan már csak egy órás a péntek, hogy ha valahova még a környékre elkolbászoljunk. Akkor is eladnak minket valahova. Úgyhogy megyünk, nagyon-nagyon megyünk, de hát a nyár az ilyen. Szóval tavaly nyáron is többet voltunk szinte kint, mint amennyi bent. Aztán jönnek a klassznyarak, ugye, abból is van négy, meg még ami beesik, úgyhogy hát van mit tenni. Nem most ülnénk benne az ülőin. Na persze! Most nézd meg, nem jobb itt. Mondjuk most újra stúdiónk már, tehát most már belaktuk a helyet, meg jól is érezzük magunkat bent, meg tényleg fel is zárkoztunk 2000-es évekhez szerintem, úgyhogy kinézetben, és jó ott lenni jó. Azért, meg ugye az Ülőjúti stadion is épül, én már alig várom a stadionavatot, remélem valami nagyon menő csapatot hívnak majd el, én akkor elmegyek, megnézem, kíváncsi vagyok rá. Láttam a sasmadarat. Alakul egyébként, alakul. Most már nem csak egy ilyen fém vázból készített gömböt markol, hanem egy igazi focilabdát is, úgyhogy nem olyan, mint egy nagy madár egyensúlyoznak golyón, és nézed az autóba, és mindig azt mondod, hogy így tudod, megmozduljon a lába, és így elkezdjen így lavírozni, hogy nehogy elguruljon. De az a golyó eléggé le van. Az a cirkuszban van. Igen. Ezt ne is mond. Szorongani kezdek. Szeretek arra menni minden reggel, hogy megnézegetni, hogy alakul ott a tér, meg hogy alakulnak ott a külsőségek, csak az a baj, hogy minden reggel lelejmolnak. Egyrészt másrészt meg nincsen túl jó illata felüljáró alatt, de remélem, hogy ez is változni fog. Szerintem nem pacsisztunk le. De a melósok? A melósoknak más dolguk van, így van. Aluljáróban? Megtalálnak persze. Megtalálnak minden reggel. Mindig szoktam mondani, hogy tegnap már adtam meg tegnap előtt, de hát nyilván nem ismerjük meg egymást, úgyhogy itt az ideje, hogy meghívjam valamelyiket egy hétvégi, hogy hívják a sütögetésre. Hogy... De ezért tűnik el mindig az apró a kabátomból, mert mikor tudod, hogy arra mész, akkor az én kabátom. Nem a kabátod ez. Napok óta eltűnik az apró a kabátommal. Ma annyit adsz egy kicsit a baliéból is. Gyerekek, jól meg van ez építve, ez a Vörösmarty tér? Szerintem igen. Mire gondolsz? Nézd, házak állnak rajta, azt kibírja akkor. Arra gondolsz, hogy itt van a föld alattinak a végállomása? Arra gondolok, hogy egy baromi nagy alagút van itt alattunk, és itt áll egy nem tudom hány tonnás kamion, itt áll 3 vagy 2 DTM autó, itt van az üvegstúdió, mi van oda, úgy megérkezünk? És úgy belandolunk oda. Ezt a föld alatt itt alattunk még nem napjaink nagy vállalkozói építették, tehát hogy szerintem ettől nem kell. Ezt még megcsinálták? Ez még meg van csinálva rendesen. Annyira szürás, hogy leesnénk, és jobbról jönne két ilyen kiszem, és hogy elvinne téged. Igen. De pont téged, nem értem, hogy miért. És ugye elmennél. De mert ha leesnénk, és mondod, hogy jó Isten, megúsztuk, és akkor jön a metró. Igen, mert van itt vásár, meg minden, azért ez nem szokványos egy 20 tonnás, vagy nem tudom hány tonnás kamionkkal, ilyen kis nyergeske pótocska itt beálljon ide. Bizony, aki esetleg keresne minket, nyilván fognak többen is, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik már kijöttek, hogy találkozzanak velünk, vagy akik a mögöttünk lévő valamilyen üzletnek a nyitására várnak és kitakarjuk. De itt van mellettünk egy hatalmas kamion, erről meg lehet ismerni a stúdiót, DTM 2014, ez a felirata. Micsoda meglepő módon, ugye? Durenbauer Masters. De azt is mondhatnánk, hogy a Bank of China-val szemben. Igen, ők már itt vannak? Ott a Bank of China. Nézd meg, betették már ide a lábukat. És itt legalább ki is írják, hogy az övék a bank. Hihetetlen szemtelenek ezek. Bank of China-val szemben. Tehát egyébként Vörösmarty tér tényleg. Tehát, hogy könnyű minket megtalálni. 10-ig leszünk itt, ugye? Így van. És aztán jövő héten szerdán mozdulunk majd ki újra, de erről egy kicsit részletesebben beszélünk majd, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, és egy nagyon izgalmas, amit még nem csináltunk. Aztán pedig hát már csütörtökön is van egy kitelepülésünk, olyan helyre megyünk, ahol szerintem még nem is voltunk, és annak én külön örülök, mert ott még nem voltunk. Aha, nem, azért örülsz te. Annak másik oka is, mert az egy nagyon jó volt. Egyébként az tényleg egy nagyon jó hely, ahol megyünk. Egyrészt ott van a kedvenc szállodám. Szerintem igen. Sárvára megyünk jövő héten csütörtökön, majd mondjuk a helyszín pontosan. Egyrészt ott van a kedvenc szállodám. Igen. Meg a Nádasdi vár. Meg ott a vár is. Így van, nagyon szép hely. Istenem, mennyi szép program. Az egyik fürödni fog egész nap, a másik megy fel a várba. Nekem, nektek is, tudom, hogy Ferinek is, nyilván Balázsnak is, de nekem iszonyú sűrű lesz ez a kettő. Kedd este Maiden koncert, ugye? Aha.
Csabival, utána kitelepülés másnap Alsóörsön veletek, utána megyünk Sárvára szintén, tehát hogy írgalmat. Igen, akartam után kérdezni, hogy annak azért 10-11-kor van vége. Megpróbáljuk majd valahogy Csabival megoldani a dolgot stoppal. Ja, hogy Csabi ja, lestopolunk, így van. Tehát valahogy mi ezt mindenképpen megoldjuk. Az tény, hogy nekem egy picit így melósabb lesz a lejutás, de az is biztos, hogy nem fog kiadni egy Maiden koncertet, főleg nem egy olyat, ami gyakorlatilag a 80-as éveknek a fény és hang technikájára. Mi is akartunk menni a Balázsra, csak fog már nem volt jegy. Aha. Tényleg. Egyébként nem mondd ezt butaságot, mert ha akarnátok menni, már nem nagyon tudnátok. Valahogy van egy oldal. Aha, igen. Van egy oldal, ahol mindig van jegy. De mit is keresnétek ti egy ilyen koncert? Igen, mit csináljak én egy Iron Maiden koncert? Azért ez egy metal koncert. Viszont szerda este, jövő héten, igen. Bécsben, igen. Justin Timberlake. Na, ezt meg én szarom le. Ja, jó. Új, de szuper lesz. Gyerekek, az a csávó egy zseni egyébként. Tehát a olyan, Justin? Hát, persze. Uh-huh. Dobol, gitározik, zongorázik, uh-huh, énekel, táncol. Persze, nyilván megint... szeret osztani, mint Pataki a tél. Divat egy kicsit belerugni, mert hogy boybandből jött, de azért aki az ő tehetségét és affinitását nem ismeri el, tehát szerintem Michael Jackson óta nem táncolt itt senki. Olyan szintű tánckarral jön, Bécsben lesz a koncert. Hát, én belenéztem már az egyik európai csak koncert. Csak azért mondod, mert nem nézted a szombatesti lázat. Hát ilyen Heili Gábor se rossz. Az, hogy mindig alá akarok tolni egy széket, hogy ülj le, papa, mert nagy baj lesz, nehogy ez összetörd magad. Szóval Justin Timberlake koncert. És átmész. Nem tudom, gondolkozom rá. Azért azt látszik. Szóval megfordult a fejedbe, de nagyon gyorsan elrepent ez a két másodperc. Elmondom, hogy a szerda este van, és csütörtökön Sárvár, tehát az M1-es környékékkel csak visszajönni Bécsből, ott lett menni jobbra a 85-ös és a 86-osra, és egészen Sárvárig. Tehát nem tűnik annyira lehetetlennek. Gondolkozunk rajta. Na, azt mondom, hogy csörök mi lesz, hogy megveszed a jegyeket, kettőt, hogy vidd a te drága feleségedet, igen, és este 6-kor ott fogsz ülni a szaunába, elinduljam. Menjek? Ne? Engedjük el. Add el a jegyeket. Na, azt se tudom. Igen. Hát, nem is. Ez lesz. Robi Williams-e konkrétan így volt. Már, hogy miért csalódás lesznek, ott toporgok, majd frissen lezuhanyozva, ott állok majd lent a halban, nézeget az órámat, mikor indulunk, Balázs azt mondta, hogy mindjárt megyünk Justin Timberlake koncertre. Istenem, csak nehogy lemaradjunk külföld róla. És Bécs, Istenem. Ki lesz az előzenekar? Nem tudok semmit, egyébként tegnap hallottam a sajtósunktól, hogy ő megy, és mondom, basszus, azért, na egy ilyet azért egyszer megnéznék, de nem vagyok Justin Timberlake fenn, de azért Dapali jó. Szóval én láttam a Madison Square Gardenben egy koncertjét, egy háromvonás koncertjét, Jézus Isten. Tehát, hogy így, szóval, hogy nem egy Berecki színetár duotúr kell. Az se rossz. Ők se rosszak. A turkevelyeket ne keverjük bele, igen, a Berecki színetárba. Tehát, hogy értem, hogy a turkevely művelődés jelz, hát valahogy nem teljesen ugyanaz, hát többenet. Tehát a forgó színpadtól kezdve egyszer, hogy beül dobolni, jön egy kicsit, gitározik, jön a tánckar, énekel, levegőből ereszkedik. Tehát olyan show, hogy konkrétan megőrülsz, és hát nagyon jól énekel. A Bereckék is vinnék a forgószínpadot, csak nem fér be. Így van. Ez igaz. De ha esetleg nem mennek, én Turkévére, akkor is elmegyek, mert azért van vonzereje a városnak. Egyébként, ha már vonzerőről beszélünk, ez a hely, egyébként megmondom őszintén, nekem nagyon-nagyon megmozgatja mindig a fantáziámat, meg az emlékeimet, a Vörösmarty tér. Ma merek a cukrászdában? Nem, mert oda soha nem tudtam bemenni, egyszer voltam bent, na mindegy, hagyjuk is, de az és nem. Kitette? Nem, csak mondták, hogy nem járna a szatyor, de azért adnak. És akkor úgy mondtam, hogy hát köszönöm szépen, még mit kéne csinálnom ahhoz, hány forintot kéne elköltenem, hogy egy szatyrot kapjak, de nem érdekes. Hát, ha majd van valami kis van. Persze, hát, ha valaki majd. Gyere, kóstold meg a képviselőfánkomat. Szíves, belenyolnál a diplomata pudingomba egy alaposat, János. Egy alaposat. Ahogy teszteljük, de egy 10 éves koromban nagyon sokat jártam mindenki a Vörösmarty térre, és itt rengeteg... Vagy mit tessék, itt csövesztél, vagy persze, itt csövesztél, vagy itt feküdtél hálózsákban? Nem, beleittam egy izébe egy kétdekes kevertbe, és másnap reggel itt ébredtem fel, már nem szüzel. Azért kérdezem, hogy mit csináltál itt számodra egy életidegen környék, tele drága helyekkel, cukrászdákkal, boltokkal, hát itt mit csináltál? Ezért is jártunk ide, a kontraszt kedvéért, mert itt a Vörösmarty szobornak a lábánál ücsörögtünk leszakadt barátaimmal együtt, és akkor ugye ez a része a térnek, ez a fásított rész, ez még nem volt meg ennyire, tehát a fák azok nyilván egy részük már itt volt, azért ide lehetett ülni, és lehetett ücsörögni, és lehetett így, hogy hívják, hogy
sörözgatni, zenét hallgatni, stb. Később felújították a szobrot. Na, később felújították, itt fújogattátok, gördeszkázra hajtották a bankokat, rohadjanak meg. Szotyizgattatok, mi? Aztán ugye itt volt a régi Posta utcában, itt nyílt meg az első, hát az első gyors étterem, hát az is egy ilyen emblematikus helynek számított. Tényleg itt volt az első, aztán a Nyugatiban, és előtte még a gyors étterem, itt volt a City Grill. Így van. Emlékeztek a City Grill? Nem járhattunk vidékről hát Budapestre. Fé, micsoda háború, Feri Kár, hogy kimaradtál ebből az írtozontos háborúból. Azt se tudtuk, mi ez a City Grill. A Big Mac és kontra Kondi Burger csatában. De tényleg Kondi Burger volt, mikor megnyílt itt a piros betűs, emberek az utcán álltak, az életedet adtad egy saját burgerért, és úgy etted, mint egy hete nem ettél volna, mm-hmm. és a Nyugat egyik, nem is tudom, felfedezett legújabb kincsének számított, és ha te már ettél saját burgert, olyan menő voltál, mint senki. Ha még egy eperséket tudtál hozzáenni, hát és sorok, de kígyózó sorok. Tehát azt képzeld, hogy mi bejöttünk ide karácsonykor, hogy sétáljunk, és három... Ezt kaptad ajándékba. Igen, bejöttem a nagymamámmal, tesómmal, és az volt, hogy együnk egy sajtburgert. Beálltál délután kettőkor, és a fél öt körül megkaptad a sajtburgert. Pedig azért a magyaroshoz képest, amit ehhez mi hozzászoktunk, igen, például a City Grillbe, elég nagy volt a kontraszt, és mindenki győzkedte a másikat, ugye jó, ugye jó. De finom volt, de nem, finom volt. Jötték, hogy ez azért Amerika. A nagy, a prémium, az nagyon igen, jó. Igen, hát a City Grill az a klasszik, igen, kicsit ilyen buci hamburgeres csalamádés, de az a sajtburger akkor, az maga volt Amerika. Nagyon. Maga volt a Nyugat, hogy te ilyet lehetsz, érted? Hát az nagyon nagy dolog volt. És ha meguntad ott a sorbálást, és be akartál állni egy másik sorba, akkor szintén itt nyílt meg az egyik a világ egyik vezető sportszergyártó cégének az első üzlete. Igen. Viszonylag kis kínálattal, mert volt benne három póló, két nadrág, meg jó, egy hát cipő. De gyorsan elkapkodták de, legalább. De ugyanúgy beálltál abba a sorba is, és akkor végigálltad. Aztán amikor odaértél, kiálltál. Így van, és aztán előtte így. Csak menő volt egy ideig, ugyanabba a sorba állni, mint azok, akik egyébként utána meg tudták venni, és akkor nem várok, inkább kiállok. És akkor kiálltál a sorba, mert nem tudtad megvenni. De ilyeneket mindenki csinál, ez nagyon jó. Pár kapolyal lejjebb, Fontána. Fontána, tényleg. A legnagyobb, a legmenőbb hely. Egészen na, ott aztán semmi keresnivalom nem volt. Megvan még most is, én úgy emlékszem. Aha, fönn is van a felirat is, meg ez igen, a kör aha, az oldalán. Az elég sokáig. Nagyon menő volt. Nagyon menő volt. Hát arról meg ugye nem beszélve, hogy én most reggel amúgy is így jöttem direkt a látvány kedvéért, hogy a Vigadó térről nyílik egyébként az egyik legszebb rakparti panoráma. Tehát, hogy innen Budából annyi mindent lehet látni, hogy gyakorlatilag a képeslapra van álmodva. Az egész egy élő képeslap, hogyha lehet mondani. Erzsébet híd, a Gellért hegy, a Citadella, a picit arrébb ott van a várnak a csodálatos tömője, most már a felújított várbazárral így van. Picit jobbra látod a Mátyás templomot. Tehát a hozták is festőállványt is. Nem kell. Először gondoltam, hogy jól lett volna, hogyha festőállványt hozok, csak aztán a Vigadó téren lévő felújított parkba éppen bejött egy taxis brunyálni, úgyhogy az egy picit elrontott a kedvemet. Figyeljetek, nem hittem el. Valahol kell. Persze. Nagy úrán, most hova menjen szegény? Mm-hmm. Hol brunyált? Hova jön? Itt a Vigadó téren. Nem olyan csúnya. De nem a kocsimat, mert ott álltam meg. Mit? Tesz neked. Nem, arra a mellé a nagy dolgát végeztem. Láttalak kis mellé. Szétkent a szélvédőből. Mert ahogy én konkrétan ott parkolok. Tehát, hogy... Aha. Na mindegy. Hát most kicsit lebrunzolt a persze, nem kell. Japán turisták is jöttek egyébként, ők fotózkodtak, gondolom, hogy értem, náluk is egy ilyen megszokott látni. Jó lesz, ha hazamennek és nézik a képeket, és ott brunyál a sofőr a háttérben. Figyelj, csak az volt kiírva, hogy kutyát bevinni tilos. Tehát az meg nem volt kiírva, hogy nem eresztetsz el ott egy kis ízét, sárga folyót. Na gyerekek! Na! Megvan a Justin Timberlake. Megöregettünk! Nem olyan volt egy picit ezt? Megöregettünk mindjárt. Még. Megvan a Justin Timberlake. Csak mondom. Azt mi elveszett? Hogy azon az oldalon... Megyek iszok egy kávét. Ami az én kedvenc oldalam, ott már csak július 9-ére van jegy. De kár! Ne mondd már! Igen. És az nem jövő hét csütörtök, vagy szerda. Az nem. U2 Aréna Prágában van még. Ott, anyád! Na, megvagy, rohagy be! Július 4-e szerda, 19:30. Bécs. Ausztria. Mi van? Iron Maiden? Na mi van, most szerzek meg Iron Maiden? Hogy a kedvenc oldalad? Nem mondom meg. Ez egy olyan oldal. Árulj jegyeket és koncert. Ez egy olyan oldal, tessék, Metallica igen, koncertezik, csak mondom. Mi az a, kik azok a kutyaütők? Kutyaütők? Kikre gondolsz? Iron Maiden. Kik azok a hörgő öreg rockerek? Melyik sok Grammy-díjas zenekarra gondol? Melyik a világ legfontosabb metal zenekarai közül, melyikre gondolsz, amikor azt mondod, hogy kutyaütő? Maiden, Iron Maiden. De már megvan a jegy. Nem, meg akartam nézni, hogy van-e. Meg akartam nézni, hogy van-e. Van most felszabadult néha, de most nem csinálnak meg itt reklámat, úgysem. Egyébként úgyis örülnék neki, hogy nem ülnének sokan előttünk, jó magasak.
Nagyon nehéz. Miért ülő buli lesz? Ülő lesz, mi ülőhelyre veszünk. Figyelj, én a Gánc koncerten is ültem. Jézusom, te öregek 16 éves ilyen pogózó fiat, leülsz, veszel egy popcorn, kicsit a Paradise-ére fölállsz, visszaülsz. Na jó az, én megértem olyan itt, én minden koncerten ülök. Hát eleve csak Rómeóval jön, tehát hogy azért ott vele a dühöngőbe, tudod. Hát a dühöngő hátsó része. Mondom neked, hogyha nem a Rómeóval jött, akkor is ültetek volna. Egyébként ez is igaz. Azért mondom, hogy lehet a gyerekre. Én úgy leültem a Gánc koncerten, meg a Totó, meg minden, ahol csak tudtam, és olyan jó volt. Nem csak hallani akarom, látni is akarom Bruce Dickinson-t, úgyhogy nem fogok a dühöngőbe menni. Hát a Csabi a nyakába lesz. Mónival megyünk egyébként, tehát hogy ez egy ilyen akkor családos történet lesz. Akkor a Móni vesz a nyakába. Móni is Iron Maiden-re megy, de persze. Jó. Az persze. Olyan jó egyébként, amikor így együtt mentek. Figyelj, de zseni lesz ez a buli, nagyon-nagyon jó lesz, és ráadásul az Entrex lesz az egyik előzenekar, úgyhogy nekem egy totális időutazás lesz ez az egész. Ú, gyerekek, ott 16 éves gyerekeket fognak bedarálni az első sorba. Szirkéket fognak megölni. A koncert csúcspontján a zenekar 4 tagja megfogja majd egy szűzapácolánynak a 4 végtagját, és egyszerre egy fütyre, csatra, 3-as számolása, 4 felé szakítják, majd utána persze ledarálják a végtagjaikat. Egy metal koncerten ilyenek történik. Nem találom az Iron Maiden-t ezen az oldalom. Kicsit csalódás. Na mindegy, jól van. Oké, hogy állunk játékkal? Biztos Anna megírta. Várjatok, mondom. Azt mondja, hogy... 2-1. Ne, Anna azt kérdezi, na, kaptatok már valami élet a cukrászdából? Ott ülnek a mamik, stírolnak benneteket. Anna, a munkádat véget. Anna, írd meg, hogy állunk, de Feri tudja. 2-1. 2-1-re vezetünk. Tehát ha ma valaki ezt a játékot behúzza, igen? Akkor hát megint meg vagyunk. Viszont. És akkor viszont már elmentünk egy kicsit, már annak éppel is. Tegnap Jani játszott Mikivel, a Lendő matek tanárral, és Lanyi hozta a pontot. Ki az a Lanyi? A Lanyi azt te lennél? Csak annak kicsit gyors. Jani. Igen. Lanyi igen, hozta igen, a pontot. Kicsit Lanyi vagyok. Lanyi hozta a pontot. Hát csak így hívunk átad mögött, ne törődj vele. Lanyi hozta a pontot. Szóval hoztad a pontot, ez így a lényeg. Úgyhogy lehet játék, illetve nem. Ne jelentkezzen senki játékra. Helyszíni? Hát mindig, ha kitelepülünk, helyszíni játékosunk van. Bizony. Hát akkor minek jelentkezzenek SMS-ben? De most nagyon vigyázzanak, mert nagyon fel vagyok pörögve, mert minden egyes pillanatban azokra a frissen mosott amószapon illatú érett hónaljakra gondolok, amik várnak majd 10 után. Hát, nem is kell 10-ig várnak. Betege vagy te ennek egy kicsit, te ezt akarod. Hát figyelj, 80 plusz, lehet, hogy jöhet tesz veled, hogy azt már szerintem Móni is. Pusztulunk. Ne figyeljetek. Azt már Móni is engedné. Azt 80 pluszban nem megcsalás, gyerekek. 80 pluszban nem megcsalás. Nem? Hát ezt jelentsük ki. Nem? Az egy jó cselekedet. Az picit egy... olyan, mint hogy átkísérnéd a másik oldalra. Igen, a zöld jelzésnél. Az egy karmikus jóváltétel. 80 pluszban még valakit jóvá tenni, az nem megcsalás. Ja, te így hívod, hogy jóvá tenni. Az egy karmikus jóváltétel. Én azt mondanám rá, hogy útravaló. Ura, ha mondjuk ott lehelik ki a lelkét alattad, de hát azért utolsó. Na jól van, drága hallgatók, ne jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy a helyszínről választunk majd, úgyhogy egy jó hosszú hírblokk, a hírek után jövünk vissza mi is. 10 perc van pontosan, 7 óra, nem is kell füles, tedd le nyugodtan, mert csak zavar. Hello, jó reggelt! Szia Jani, szia Feri! Sziasztok, jó reggelt! Itt van a játékosunk, hello, jó reggelt! Igen, te vagy a játékosunk, bizony. Sziasztok, Krisztina vagyok, Fótról. Krisztina, hogy jöttél egy fekete fejrigen nem táblával? Jöttem, a gyerekeimmel rajzoltam. Tényleg? Igen. De mert tudtad tegnap este, hogy már ide jössz? Nem, és... Balázs, ez úgy volt, hogy hétfőn meghallott, azt hittem pénteken lesz a kitelepülés, aha, nekem ma továbbképzésre kell mennem, és álmodom, pont péntek nem tudok jönni. Uh-huh. És aztán hallottam csütörtök. Az nagyon jó, akkor én eljövök. Ezt hétfőn hallottam a rádióba, aztán mondtam a gyerekekkel, mondom, rajzolunk, megrajzoltuk. Ti nem és... jöhettek csak anya, de rajzolni rajzoljatok. A gyerekek mennek az iskolába, minden. Krisztina és Gergő, ügyesen, okosan. Most hallanak, nekik üzentél? Hát persze. Igen, és a férjem pedig vigyázzon az úton. Na, hát a teljes család mellett. Most már mindenkinek üzentem, úgyhogy köszönöm. Nagyon jó. Kivel szereti játszani? A Ferivel. Nagyon helyes, jó, ide jó, én még a héten nem játszottam. Sőt, te most már azért nagyon régen nem játszottál, úgyhogy be kell olajozni téged, mert volt Janinak egy 8 napos menetelése, a héten még nem játszottál, úgyhogy most nagyon pakoldod a magad tesó. Múlt héten igen, de akkor most megcsináljuk, amit tudunk. Kösd fel a gatyát. Jó van akkor. Jani? Én most nem játszok, a Feri játszik. Nem, mindig az órá. Keresem. Azt mondja, hogy na most figyeljetek, igen. 3, 2, 1, fire! Nagyon szép a tábla. Mennyit rajzoltál te belőle? Rajzoltam belőle sokat. Azt szeretném kérdezni, várjál, hogy... A tábláról beszéljünk még, jó?
Jó. Miért csak két szó van rajta? Kettő hiányzik. Azt gondoltam, ez a két szó elég lesz ahhoz, hogy nyerj, hogy itt üljek most. Elég is lett, ugye? Valószínűleg. Mit szeretnék kérdezni? Azt szeretném, hogy mesélhetek egy történetet, mert én ide jártam középiskolába. Ide a Vörösmarty térre? A belvárosba. És akkor még nem kellett parkolódíjat fizetni. Akkor még? Akkor még nem kellett parkolódíjat fizetni. Ünnepeljétek. Jó voltál. Ünnepeljétek. Várjál, futok egy kört. De jó volt. Jó, pici tapsból jövünk. Jön a tapsz. Ennyi, köszi Budapest. Igen. Jó voltál. De kár. Jó voltál, pedig olyan ügyesen küzdöttél. Én is, hogy sajnálom, látod, itt ültem lehajtott fejjel, hogy szegény játékos elbukta. Kapsz egy ajándékcsomagot, jó? Nekik, hogy hozom a pontot, megígértem a kintieknek. Egy picit nagyképű kijelentés. Mennyi itt volt? Ki hátul, itt el tudsz svisszolni arra fel. Egy ajándékcsomagot adom meg azért, ez jár neked bőgre, meg nyakba akasztó tessék. Nagy küzdelem volt. Nagy. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük. Köszi a játékot. Sziasztok, hello. Csukját húzzatok a fejére, hogy kimegy, jó? 7 perc múlva, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága budapestiek. Élőben először és utoljára. Mert hogy nem vagyunk többet Pesten. Már hogy vagyunk. Soha többet. Soha. A büdös élőben nem vagyunk többet. Ahogy vagyunk, de ugye az egyetlen pesti kitelepülésünk a mai napon, itt a Vörösparti téren, a DTM kamionnal, DTM hosszabban. Deutsche Tourenwagen Master. Így van. A DTM sokár kamion mellett vagyunk a Vörösparti téren, és ez az egyetlen egy budapesti helyszínünk ebben az évben. Jövő héten már a Balaton környékén leszünk, valamint Sárváron, aztán indul a klassz nyár. Úgyhogy igen, Pesten nem is vagyunk többet. Tízig még nem késő ideérni. Mi van, Feri? Hideg van? Kis igen, ugye? Képzeld el, én is azt hittem, kijöttem lazán egy negligében ide a többiekhez. A fiatal embert javasolnám neked egy megtekintésre rövid ujjúban. És rövid nadrágban. Igen, hát alul öltöztetni. Ezt soha nem értettem egyébként. Tehát mindig, amikor a reggel látok a fiatalokat, és így látszik az arcukon, meg a szájuknak a mormoláson, hogy nyár van, igen, meleg van. Amikor elindultál otthonról, akkor ez terv volt, hogy ma így villantasz a városban? Hát megtisztellek titeket a ingel. Nagyon szép. Köszönjük. Alul pedig nem fázom. Hát, ez azért érdekes. Trimmelni kell. Igen, ez azért érdekes, mert ugye mindenki... Itt a főnök. Itt a vigyázz, kalabban. Mindenki álljon, vigyázz. Ott a kalabban. Itt a főnök, most ott a főnök kalabban. Hogy... Nézd meg is, vigyázz már. Hogy... Ugye, ha nem nézed az időjárást, miről van szó? Tegnap baromi meleg volt. Uh-huh. Lefekszel, és azt hiszed, hogy ma ugyanolyan idő lesz. Nem mindenki időjárás fetisiszta, mint én, aki minden este lefekvés előtt utoljárás, időkép, ezt olvasom el, lecsukom a szemem, eltervezem, hogy holnap itt veszek föl, ezért jöttem Osszújba. De nem tudod, hogy milyen nap lesz másnap, és előző nap meleg volt, azért jössz ingbe. Nem? Ugye? Aha, milyen megoldás? Nagyon rossz vagy. Hát nem mindenki néz időjárást. Átok hideg front jön ma. A szél már itt van, az és biztos. És 20 fok lesz. És aztán hétvégén is ilyen kis esős, tehát már csak jövő héten lesz újra meleg. És nincs meleged? Nem szakad rólad a vízeben a hosszú évben? Most ér, azt a hosszú évet egyébként úgy mondtad volna, mint hogyha hát nem ez, tudom ilyen... Mínusz 150 fokig jó, nem tudom milyen, hogy hívják, merinoi gyapjúból kész. Egyébként talán nem is biztos, hogy nagyon mellőlött. micsoda japán sejem. Igen, egy 3000 fontos kinyúlt hosszú év felső van rajtam egyébként. Szóval tudtam, hogy ma hideg lesz, és ezért felkészültem. De nagy vagy. Hát, de te is hosszú újjabban jöttél. Persze is alattam, mert réteges hír. Hát, mert tudod, hogy messze nálunk, tudod, kint. Az orkok a pusztában, felénk, ahogy felénk cudar földjén. Igen. Az orkok és az urukhályok földjén, amerre te laksz. De nem, te is felkészültél. Na gyorsan nézzük egy-két közlekedést, mi a helyzet az utakon. Trapi az M1-es kivezetőjén, az M7-es leágazás után. Ezt Andi küldte nekünk. Aztán Yes, hívd majd vissza! Igen, ide tovább ment. Azt mondja, hogy trafi az M3-as 203-as kilométerénél Pest felé, méghozzá debreceni lejárat előtt, ez Zsolti küldte nekünk, mérnek az M6-oson Pécs irányában, az 50-es könnél a felüljáróról Bálintos Gyuri üzeni, valamint trafi az M1-es legelején Török Bálintnál, ezt Amba küldte nekünk. Közelebb engedhetem őt, vagy veszélyesnek minősült nem ezzel? Nem tudom, ki volt ő, de már egyszer itt volt. Erről gyere, fuss ide, légy, még egyszer fuss ide, mert nem tudjuk, hogy ki vagy. Igen, ki vagy, mit szeretnél? Ajándékcsomagot? Már Jani az ajándékcsomag felelős.
Hello, te már többször ide jöttél, integettél, majd visszafutottál. Sziasztok, jó reggelt! Na most ő csak a közönségnek dolgozik, tehát neked azonnal hátat fordított, és népszerűs. Nem, kihez kell fordulnom? Én fordulok a Balázs felé is. Bárhova, bárhova. Hello. Sziasztok, Ági vagyok, és szülinapom van. Ma szülinapod van, tényleg? Ez tegnap este óta tart, ahogy érzem. Nagyon nagy drink volt. Ez még tart, még nem aludtam. Tunk, és még nem fogunk egy darabig. Mikor kezdtetek? Tegnap délután 4 óra körül. Igen. De szeretnék fiatal lenni. Én már halott lennék. Szerinted én fiatal vagyok. 18 most volt. Nem. Ja, 17. És közben egy srác mellette nagyon-nagyon-nagyon készíti a szelfiket. 18 lettem tegnap, most már ihatok alkoholt. Köszönöm szépen. Hát, mi is köszönjük. Igen, ez fiatalkorodban így van, hogy ünnepled a születésnapot, ott örülsz, és akkor 30 körül abba hagyod ezt a nagy ünneplést, 40 körül szomorú leszel, 50 körül már nem ünnepelsz, 60 körül rájössz, hogy nincsenek barátaid. De körül most magadról beszélsz. Ne húzd le a hangulatunkat, légy szíves, tehát, hogy 30 körül szomorú leszel, meg 40 körül szomorú leszel, nem, 40 nem, körül nem ünnepelsz. Csak ő, ne nézzél. Csak ő, ja. 50 körül már nem hív föl senki a születésnapon, 60 körül már. Te neked se jut eszedbe, 70 körül meg elfelejted. Nem, jó ez. Én voltam egy ilyen nagy születésnap ünneplős. Ez valahogy, mindig nagyon szívesen megyek szülinapra, de ha sokan ünnepelnek, azt nem szeretem. Van ez a típus. Te se, nagyon. Ez az önünneplés. Nem, egyszer-kétszer rendeztem ilyen szülinapi partit magamnak, nem jött el senki, aztán abba hagytam. Pedig körbeküldted a meghívókat mindenkinek. Persze saját magának ezt az egyet. Aztán egy idő után csak jeleztem, hogy az ajándékot küldjék el legalább. Én például nagyon szívesen megyek szülinapi bulira bárkinek, bárhova, pont mondjuk tegnap hívtak meg egybe, oda nem mentem el. Na, látod, de hát azért vannak kivételek egyszer. De úgy, hát nem megyek el mindenhol, csak meghívtak egyet, de oda nem mentem, de nagyon jó buliba családtag hívtak. Volt? Tessék? Családtag volt? Nem, képzeld, hogy a Kozmixos Lalának volt tegnap a születésnapja. Jaj! Azt én is Isten megkaptam. Együtt nem voltunk. Figyelj, képzeljétek el, fő volt a Lala, és tök jól esett, mert azt mondta, hogy szeret 40 éves szülinapja volt tegnap, és hogy szeretne mindenkit meghívni, aki az ő életében fontos volt. Mi nagyon sokat röhögtünk, interjúztunk régen együtt, meg buli repcsiztünk, azért ott volt közös kaland, és fölhívott, hogy ő most 40 éves, menjünk el. Nem, arra azért nagyon vigyáztam. Hozsóval volt sógor mindig. És akkor így tök jól esett. Mondtam, hogy Lala, nem ígérem. Persze, nyilván nem mentem. De nem is az, mert dolgom volt délután. De hogy úgy bírom, ha valaki így megünnepli saját magát. Hogy én tudom, hogy én szenvednék közben. Érted? Tehát, hogy tudod, oda jön egy csomó ember, mindenki nézi, hogy örülsz-e, kapod a meglepetéseket, ott sokan vannak körülötted. Ez olyan kicsit olyan szenvedős. Másért a szívesen megyek, de valahogy az önnön szülinapomra... Nagyon jó, Peri. Jó? Én tényleg? Imádom. Én minden évben megtartom. Én a meglepetés buliktól is nagyon szorongok. Na, tehát... azt utálom én is. Én egyszer kaptam. Mondtam, én hogy király, mehet mindenki. Haza szevasztok, majd szólok, ha buli van. Én annyira lefagytam a Wiki szervezet. Annyira fölépített az egész történetet, hogy az valami döbbenet. Emlékszünk rá, hiszen ott voltunk. Ott voltatok? Igen. Igen. Tudom, hogy kis pont voltunk az életedben. Egyébként tényleg kínos egyébként volt. Melyiken voltatok? Ott voltatok a gokártoson? Igen. Valamelyik gokártoson. Mert én nem tudom, hogy állandóan valamilyen gokártpályán lyukadunk ki. Én soha nem akartam gokártozni, de annyit gokártoztam már, mint az állat. Nem, mi történt? Ti nem tudjátok ennek az egésznek az előéletét, hogy be kellett menni abba a bevásárlóközpontból, az alján volt ez a gokártpálya. Igen. És azt mondta a Viki, hogy megyünk vacsorázni. Hm. Mondta, hogy de elhagyta a táskáját, és ott hagyta abba a bevásárlóközpontból. Mondom, Viki, ez 30 kilométerre onnan, ahonnan lakunk. Mit csináltál te ebbe a bevásárlóközpontból? Hogy ő itt vett valamit. 20 kilométer, a legtávolabb. Mondom, ez valami nem sem, de nem esett le. Menjünk le, meglátom a gokárpályát, mondom, Viki, mit csináltál te itt, hogy itt hagytad? Csak beugrom, nem jössz be. Mondom, de hogy megyek be? De gyere már be, mert nem fogják visszaadni a táskámat, le fogják tagadni. Viki, te itt áll? Már-már úgy mentem be, hogy be kell menni verekedni, hogy visszaszerezzem a feleségem táskát, erre ott álltak 20-an. Voltak annyian? Voltunk annyian. Voltunk. Most nehogy azért... nagyobbat mondjak, 10. Na jó, 3-an. Na jó, ti kettet. Annyira lefagytam, én nem tudok ilyenkor ennek őszintén örülni. Ez látszott is rajta. De én ezt mondom is mindig magam, hogy bárkire szívesen megyek, csak ne az én születésnapom legyen. Nem a meghívottak próbálták földolgozni Balázs arcát, tehát megvan, amikor készülsz marhadrága ajándékkal, ott vagy, jön be az ünnepel. Na jó, azért marhadrága ajándéka senki nem készül. Nincs oda. Ki készült marhadrága ajándékkal? Nem emlékszem, mit vettünk. Mit? Jézusom. Na mit vettetek? Te megtagadtad a mi együtt lélegzésünket ezzel az ajándékkal, hogy nem emlékszel arra az ajándékra. Hát nem lehetett olyan nagyon drága, mert rohadtul nem emlékszem, mit vettetek? Csiripeljetek csak.
Hát én így most már nem vagyok hajlandó vele előhozakodni, gondolkozz el, mit vettünk ketten a Jánosra. Azért, mert tudod, mit nem vettünk. Hanem már velem, hát ne vele menjél velem. Ja, emlékszem, ja arra vettük fel a hitelt, azt a rohadt személy gyölcsöt, tudod, aminek még mindig nyögjük a részleteit. Olyan drága volt, hogy bárt is emlékeztek rá. Haj, de drága volt. Tudom, mit hoztatok, a nagy rohadt büdös semmit hoztatok, magatokat. Vittünk ajánlni, magunkat is. Valamit vittünk egyébként. Én megpróbáltam rávenni a Vikit arra, hogy elég legyen belőlem egy videóüzenet. De tényleg ezt az ember valahogy nem szeret, és lefagytam, és akkor a tudodat mindenki néz, hogy örülsz-e, totál betépsz egy kicsit, tudod, ilyen fura, ilyen szürreális állapotba kerülsz, ott jössz, köszönsz, gratulálsz, 100 ember egyszer csak ott áll, jött Henrik egy Elvis ruhában. Igen, nagyon fura volt egyébként, mert ha valaki kívülről belsik oda, megnézi a társaságot, akkor ő valószínűleg azt hihette, hogy a Henriknek van születésnapja. Mert hogy ő volt a legboldogabb. Úgy, és én annyira kész voltam, hogy én 5 percig nem ismertem meg, hogy ő van Elvis ruhában, és igen, mindenki már csapkodta térét, hogy milyen vicces Henrik Elvis, és átmondom, hogy ő kicsoda, és miért van Elvis ruhában? Na ki lenne John Lennon? Igen, és aztán az egész ilyen nagyon fura lett. Kassa Tibi is énekelt neked, hát nem emlékszel. Igen, Tibi is ott volt, hát. Szóval nem volt olyan jó. Jó, de ott voltak a barátaim is. Tehát ja, igen, a gyerekkori barátok ott voltam. Igen, gyerekkori meg sülve főve együtt vagy. Hát igen, de hogy az egész olyan fura volt. A Viki másik születésnapi bulia otthonra szervezte. Menjek haza. Mert hú, de meglepő! Azt a micsoda helyszín! Nem, mondja, siessek haza, mert a szomszéd itt áll az ajtóban, és nagyon agresszív. Aha. Hát mondom, én meg squasholtam valahol. Rohanjak haza, mert verekedni akar. A szomszéd meg betörte a kerítést. De vidáman mész haza, nem? Tehát, hogy úgy megjön a kedved. Nem esett le. Látok, nem esett le 80 éves a szomszéd. De leesett, volt vele baj, régen laktunk, hát nem volt túl okos. Na most ez az idős arisztokrata házaspár egyik tagja volt, nem, vagy nem, pedig nem, a Playboy. Nem, nem, ez se a Playboy, nem ahol most lakunk, ez még a régi. Ja. Menjek haza, elindulok haza, és már gondolkozom, hogy mivel fogom az agresszív szomszédot leszerelni, hogy ne rúgja be a kerítést. Elmegyek a házunk mellett, gondoltam, hogy nem megyek be a házunkba. Egyből mentem a szomszédhoz. Aha, mondom, most én becsöngetek, én nem hagyom. Hát aki bántja a feleségemet, meg a gyereket, meg én megyek. De csak az asszony volt otthon és a síró gyerek. Hol van az egy gyökér férje? Katszuka! Hátra mentem, és mondja... Láttam. Hát ti semmiből nem tanultok! Mikkel, rátok gyújtom a házat, kivarcoljátok a testeteket, végignézem. Hátra mentem, mert hív a Viki, hogy ne menj, mert látta, hogy ugye megyek hátra, az agresszív felindultságban a szomszéd, és hív, hogy itt van a szomszéd a lakásban, gyere gyorsan! Hát mondom, hogy akkor visszafordulok, megyek be, erre arcon fújnak ilyen konfettivel, tudod? És akkor boldog szépen, és ott álljon. 3 órára megvakultál, nem emlékszel semmiről. Tehát azt hiszem, a szomszéd lefújt valami gásprival, elkezdtem verekedni. Hasba rúgtad anyádat. Lekönyökölted az anyósod. Leütöttem az összes barátomat, mindenki verekedtem, mikor már... Van még valaki? Pokrocot dobtak rá, mint egy megvadult lóra, nyugodj le, csak mi vagyunk. Érted, és így esett be a saját születésnapi bulidra, hogy azt hiszed, hogy a szomszéd fúj arcon konfettivel. Csoda, hogy nem szereted a meglepetés bulikat. Tehát van ez az arcon fújós konfetti, amit így 5 méterről megfújsz, és így beterít. És mondom, ez hülyebb. És míg ahogy beléptem, arcon fújtak, mondom, mi ez lefújt? Vagy mi normális, az arcon fúj a saját házamban konfettivel? Hát mi van itt? És akkor próbáltam kinézni, és akkor ezért ott álltam. Ezért vaktába leadtál néhány lövést a gázpisztolyomban. Hát a gásprével befújtam gyorsan, mondom, hát a te is, így, én is így. Elővettem egy parabellumot, és lából lőttem mindenkit, aki ott volt, mondom, de sokan vagytok. Na így örüljél a születésnapi bulinak. Nem? Hát lehet, hogy benned van a hiba. De valaki szereti a meglepi bulit, szerintem ez egy alkat kérdése. Tehát van, aki imádja és örül, és van, aki nem tud föloldódni, mert annyira meglepődik és sokkolódik, én inkább ez a típus vagyok. De bárki másért a szívesen. Csoda, hogy minden születésnapod előtt felerősödik a szívritmus zavaros. Úgy mondom, hogy Vikinek bármi, csak nem meglepetés buli. Bármi. Tényleg menjünk bárhol legyen, csak ne álljon ott 30 ember, nézve, hogy te most örülsz. De ezt az arccal konfettivel való fújást, azt tőle tanulták a haverjaid, nem? Egymástól. Csak mikor arra lépsz, hogy a szomszéd üti a feleségedet, és valaki még arcon fúj, tudod, és 10 perc mire leesik, hogy mi történik. Nem? Te se bírod a sajátod? A meglepetés ugye, nem. Azt nem szeretem, de én nagyon szeretem megünnepelni a dolgot. Tehát sokan vagyunk, tudod, lehet diridárézni egy picikét, oda hasonlni a hajnalra, az úgy jó. De ha már fel vagy rá készülve. Akkor igen. De nekem is csak egyszer próbálkozott a béka ezzel, hogy csinált egy ilyet. Beléptem a lakásba, na mondom, azonnal kifele mindenki, majd szólok a buliban. Ugye? Hogy egyszerűen annyira zavarba, és annyira nem tudod a helyzetet kezelni, hogy és mindenki örülsz, na itt vagyunk, örülsz, azt se tudod, hol vagy.
Igen, az egy érdekes élethelyzet. Hazaküldtél mindenkit? Ha mondta, hogy mit kerestek itt, lefájjátok minden. Az egy barátságos élethelyzet. Jó, mondjuk én azt se vettem észre fél óráig, hogy a kasza a saját házamban a Mikulás. Igen. És már minden barátom tudta, hogy ez a kasza, én meg még mindig fotóztam a Mikulást, és néztem a gyerek. Nézd, hogy örül, nézd itt a Mikulás, Benny, gyere már, nézd. Nem ismerős, nem, jó lopuk ki, persze, hogy ismerő. És beöltözött Mikulásnak. És én voltam az utolsó, aki észrevette. Tehát azért én ilyenkor meg tudok kicsit makulni. Neked volt már meglepi buli? Nem, nekem az a meglepi, ha van buli. Na jó, de úgy, hogy ott állt, mit tudom én, 10 ember, és meglepi buli, vagy a Mónit ismerték. Nem, te ő... se vagy ez a nagy dajdaj, nem? Nem, ő inkább ajándékokra figyel oda nagyon. Tehát arra figyel, hogy mondjuk egy születésnapon ajándékot kapjak, amiről korábban sokat beszéltem, sokat emlegettem, és aztán nem nagyon számítottam rá, hogy össze fog jönni. Krémes. Igen, ilyen egészen meglepő dolgokban is gondolkodik ő is. De nem szoktunk meglepetés bulit, nem. Ugye, hogy az nem? Egy jó várlátogatásnak örülnél igazán? Nem. Most például mit kaptál? Most várjál. Most volt a születésnapom. Ez nálatok egy nagy van karácsonykor, semmit. Nem, csak a Jani most volt a születésnapom. Figyelj, nem kaptam szerintem semmit. De majd mindjárt megírja egyébként. Mi az, hogy nem kaptál semmit? Nem. Az a baj, hogy amiket így eltervezünk nagyon, tehát nekünk most volt például évfordulunk, és elterveztük, hogy elmegyünk majd egy napra valahol, elmegyünk egy picit romantikázni, kiveszünk egy szobát valahol. Kettecskén? Persze. Hozzátok át addig a virágot. Hogy tök jól lenne. Nem inném, azt hittem, hogy nálatok, hogy odaadjátok a kecót, és akkor egy... És akkor megmondod a szív alakú vízágyat. Figyelj, de akkor csináljuk azt, hogy én kirakom, hogy hotel. Jó. De megmondod a Mónikának, nézd, milyen szép hotelbe hostalak ide. Nézd, milyen rá. Nem mondod el, hogy nálam vagytok. Rakd alá a sztori diaidat, nézd, már 8 csillagos. Elhozod a Mónit, én a virágot addig elviszem, Benivel ők valahol elbandáznak, ti pedig ott esztek, jöztök, mentek, arszatok nálunk. Jó, de fizetni kell érte, csak szólok. Teljesen, nem, tiéd a kecó egy napra. De aztán nem ám a fajanszot másra használod. Itt nálunk angol WC van, nem pocsantos, mi nálad, hogy megyed ez a varba. Na, majd az év címkész fel, hogy melyik a bidé, nehogy bekakálja. Talán én motorád magad, úgy elviselkedni. Az a baj egyébként, hogy a Móni nem hülye. Képzeljétek el, hogy oda menjük hozzád, igen, és akkor megkérdezni, hogy de apácska, hát miért van itt kirakva a Balázsnak, a Vikinek, meg a Beninek a képe? De én így lefordítgatom a képeket, tehát fogom is az összes, hogy nem, alá nézek kicsit, Móni, mert ne csapogasd, Móni, ne pakasd! Ők is már kivették ezt a szobát, nagyon szeretik ezt a hotelt, azért ilyen jó, azért osztalak ide. Igen, ne tapogasd, lehajtom az összeset, elhozod, mi elviszük a virágot, és te meg megleped egy romantikával, pénz zsebben marad. Apácska, találtam ebben a fiókban egy hatalmas kukikorbát. Egy parabellumot, egy gázsfőt. Meg egy sminktükröt. Igen, szerintem az jó lenne. Na, ki szereti a meglepetés bulikat? Tessék, szólaltassunk meg. Na, hello. Nekem a 30. születésnapom volt meglepetés buli. Igen? Igen, egy kicsit gyanakodtam, mert szombatra volt megszervező, hogy bulizunk, és mondták, hogy pénteken kell elmennem fodrászhoz, péntek estére ne csinálják magamnak programot, ma anyukám visz vacsorázni, és akkor elmentünk egy vacsora helyre, és ott vártak a barátaim. De jó! És elvittek limuzinnal, azt is kihívtak, hogy nézzük meg, mert lesz tűzijáték. Itt voltam körúton, és mondom, tűzijáték 9:30, mert milyen rendesek, hogy megszervezték nekünk, és akkor begördült a direkt rózsaszín limuzin. Ha már oldottál, és már tudod, hogy az van, és utána még jönnek sorban meglepetések, azt szerintem egyébként jól tud esni. Nem? Az első pillanatban, amikor megláttad a többieket, akkor mit szóltál? Fú, nagyon örültem neki. Igen? Igen, de nálunk azért hagyomány, hogy így azért a 30. X-et azt megünnepeljük. Nálunk a fiúkkal az van. Mi többször ünnepelted már a 30-60-90, így ünnepelni. Na hát azért többen vagyunk egy korosztály, de például idén a két barátnőmnek is szerveztük a 30. szülinapot, és ők semmit nem tudtak. Tehát így elterelő hadműveletet csináltunk, meg mindenkit elparkoltattunk, hogy ne vegye észre az autókat, úgyhogy ők nagyon meglepődtek. Igen, szerintem egyébként csinálni és előkészíteni és figyelmet elterelni, bevonni jobb, mint magának az áldozatnak, aki oda sodródik és hirtelen nem tudja, hogy mi van, nem? Tehát amikor én is vettem részt úgy, hogy szerveztem, azt szerintem jó. Amikor viszed, készülsz, te viszed el, és már tudod, hogy 6-ra oda kell vele érkezned, viszed az áldozatot, hívnak, hogy még húzd egy kicsit az időt, még ne gyertek, még nem vagyunk kész. Hát, az jó. Az biztos, hogy hülyén mész A-ból B-be, és visznek, mint egy ilyen csomagot, és közben 80 ember azon röhög, hogy te még nem vagy ott, tudod. Valaki egyébként ezek a szervezők, akik saját magukat ünnepeltetik egy ilyen születésnapon. Tehát, na, jó, lett a buli. Igaz, hogy megszerveztem, igaz, mennyire jó, igaz.
igaz, igaz. Mondjátok, hogy jó lett. Igen, és kicsit átveszi a szerepet. És arrébb löki az ünnepeltet. Igen, igen. Szóval 30-30-adik volt. Kinek volt még meglepő bulia, aki szereti, vagy aki utálja, olyan van? Mi, az biztos. Ki az, aki utálja, de nem meri vállalni? Ahogy szoktuk volt kérdezni. Senki. Igen. Ki az, aki szervezett már bulit, ilyen meglepő bulit? Hát figyelj, nem, nincs egy nagy tumultus. Hát itt a pestiek nagyon passzívak, te Jani. Hát nem tudom, miért csinálják ezek az emberek itt. Neked volt már meglepő bulit, fogadjunk. Nem. És nem is szerveztél? Hát próbáltunk, és de aztán nem jött össze. Bedölt, tényleg? Mi az áldozat? Megsejtettem? Beteg lett az ünnepet. Igen? Aha. Tudod, de ti azért elmentetek mulizni, nem? Hát megsütöttük a tortát, meg minden, aztán nem jött el. De aztán megsütöttük még egyszer, és... Akkor se jött. És akkor is negyedszer, ötötszörre meg már nem, itt megsejítettük. De a tortát megsütöttük. És ott álltatok szegények kéz tortával, hol van, nézzétek az órát, és nem jelent meg, hát effektíven? Igen? Hát felhívott. Hát a barátnám, aki előleg hozta volna, ő hívott fel, hogy nem jön. Mert beteg. De lehet, hogy megsejtett valamit, és ilyen pszichoszomatikus tünetek kezdtek el rajta megjelenni. Az a baj, hogy én, amikor elkezdek izgulni, ilyen rotás tüneteket produkálok. Hát vagy volt egy másik buli, ahova viszont szívesen ment. Az is lehet. Az milyen kellemetlen. Nem, sajnos ne haragudjatok, nem tudok menni, de... Majd a Facebookon posztol egy fotót, ahol bulizik. A Viki ismerősei annyira érezték a szülinapi bulit, amikor 5 hónapos terhes volt, csippendéles fiút rendeltek. Na. És a igazi profi. És a csippendéles fiú mondta, hogy hát azért talán már egy terhes nőnek nem biztos, hogy oda dugnám a hátsó. Hát legalább neki volt esze, ha bár a Viki barátainak kevésbé. Ugye? Illetve hát oda lehetne, de hogy egyébként meg az már egy haladó volán. Hogy... az már egy nagyon haladó volán. Na jó van, drága hallgatók, írjatok nekünk akkor, jó? Bedőlt, nagyon-nagyon megszervezett, de mégis bedőlt meglepetés bulit, illetve írjanak azok is, akik kevés reagálnak jól arra, ha valaki meglepetés bulit szervez nekik. Például Szilárd, aki azt írta, hogy kis ilyen telibe durantottam gázpisztolyjal a haverokat, mert így reagáltam a meglepetés bulira. Jó? SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Vörösmarty téren. A DTM futam előtt néhány órával már csak, mert hogy holnap szerintem már elröpik a Hungaroringet, szombat vasárnap pedig maga a futam, és itt van a DTM Showcar kamion is mögöttünk, és a DTM hosszabban... Deutsche Tourenwagen Masters. Így van, meg lehet nézni a kamiont, gyönyörű szép... Meine Damen und Herren. Autókkal, amíg ugye be nem szakad a Vörösmarty tér, és nem landolunk a kisföld alatti szinten, addig meg lehet minket nézni Vörösmarty tér. Ez az egyetlen budapesti kitelepülési helyszínünk egész nyáron, ha minden igaz, úgyhogy nem sokat leszünk Pesten. Na, a meglepetés szülinapi bulikról beszélgettünk, arról, hogy ki hogy reagál erre, kinek hogy sikerült, rengeteg SMS-t kaptunk. Írja nekünk Laci, hogy a YouTube-on valahol van egy videó, ahol egy szolgálatos rendőr lopakodik be az épületbe, és meglepetésre várják, meg szülinapi buli, ilyetében belelő a rákiáltó tömegbe. Jó buli lehetett. A legjobb barátnőmnek szerveztem egy mindössze 4 fős meglepi bulit, megbeszéltem vele, hogy aznap meghívom nálam egy vacsira, dumcsi, pletyi, jól benyalta, eközben a párjaink a kis szobában várakoztak, harisnyával a fejükön és sokkolóval a kezükben. De okos vagy, jó, de jó buli ez te. Néhány perccel a megérkezésünk után gyanúzajokat kezdtek hallani bentről, én persze játszottam, hogy atya úristen, valaki van a kis szobában, már vettem a tepsit, hogy leütöm őket, mikor kirontottak a szobából ordítva. A barátnőm kis ilyen halálra rémült, be is pisilt, úgy megijedt. Jaj! Milyen barátságos buli, nem? Mikor na, a szülinapod van, boldog, de mörülsz! Hát nem pisíve! Emlékszel, az a születésnapod, amikor bepisáltál. És ez megy majd 10-15-20 évek keresztül a baráti társaságba bégyel. A pisis, igen, amikor már elfogyott az összes sztori, az ezt biztos, hogy előrángatja megint már. És arra emlékeztek, amikor? Igen, Erika bepisílt. De nagy buli, igen. Szegély. A feleségem 40. szülinapjára szerveztem meglepi éneklős bulit, semmit nem sejtett, nagyon jó buli lett. Életemben először énekeltem neki 20 év után. Az mondjuk cuki. Én voltam a legnagyobb hős, 7-től 10-ig terveztük, hajnali 2 óra lett belőle. A barátnőm elmondta, hogy az öcsém meglepi szülinapit szervez nekem. Megkérdeztem, hogy miért mondja el, mondta, hogy eldöntötte, hogy ő nem akar hazudni. Milyen jó indulatú, nem? Na az öcsét szervez egy meglepi bulit holnap estére, csak tudjál róla, szóltam. Ez ekkora rohadékság, nem? Végigcsináltam, mintha nem tudnék róla a hasmenéssel és hány ingerrel addig. Már nem a barátnőm óriási botrány lett belőle. Ez nem túl korrekt, nem? Van egy hallgatónk, Betty, hello Betty, jó reggelt! Sziasztok! Hello, te szerveztél, vagy neked szervezték? Nekem szervezték. Na, és mi történt? Hát ez a 22. meglepi szülinapi bulim volt, és Pécsi vagyok, és a belvárosba szervezték, még itt szeptember közepe volt, és jó idő,
voltunk kb. 20-an, és ilyen nagyon cikis feladatokat kellett megcsinálni, hogy megkapjam az ajándékokat. Ó, de az kellemetlen, nem? Igen, főleg, hogy ugye így mentem elől, és vonult mögöttem a baráti társaság, és rögtek rajtam. És olyanokat kellett csinálnom, hogy mondjuk kaptam egy ilyen ordibátort, nem tudom, hogy mi a rendes neve, és egy sajtburgeres dobozba volt egy darab ilyen héjas krumpli, és azt kellett eladnom úgy, hogy ordibálok közben az utcán, miközben megyünk, hogy krumpli eladok. Miért csináltam? Tehát ez nem csak, hogy szenvedjél meglepi bulidva, hanem még tudod, még így szenved végig. Én élveztem, én ezt még meg is pékeltem azzal, hogy kaptam hélimos lufit ajándékba, azt így felszippantottam, és úgy ordibáltam vele. De szeretted, tudod? Nekem az az érzés. Humorban minden van. Igen, azért annyira nem volt neked kellemetlen. Én mondjuk valószínűleg már a felén azt mondtam volna, hogy akkor inkább hagyjuk az ajándékot. Igen, igen. Nekem nagyon élveztem, meg olyan is volt, hogy be kellett menni egy kocsmába, és kaptam magamra egy ilyen brutál ronda halloween-i boszorkány maszkot, és abba kellett kérnem mindenkinek egy kört. Aha, de hány éves voltál ekkor? 22. Hát az még érthető, nyilván ilyen 20-22 éves barátnőkkel, nem? Jó, és miután ezt végigcsináltad, igen, az ajándék, fogad szeretettel ezt a hűtőmágnes. Igen. Két masszást kaptam. Mit kaptál? Svéd masszás. Svéd masszás. Hmm. Boldog befejezés? Tessék? Boldog befejezés? Igen. Igen? Meg aztán mentünk kocsmázni. Hol van ez a hely? Nem szerintem, nem tudod. Mentek, szerintem, igen. Betty, nem tudod, mi a svéd masszás boldog befejezéssel, mert annyira fiatal vagy még, hogy az a bumbum. Ja, finis. nem esetleg, hogy mire gondolsz. Jó, nem. Igen. Ja, nem boldog befejezéssel. Na, mert hamar rá mondtad, svéd masszás, igen, boldog befejezéssel. Tudod, amikor a talpig belojzottan rácsúszik Dolph Lundgren. Igen. Betty, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszi, hello. 400 kilométer levezetése után beesek a lakásban, írja nekünk G. Totál leizzadtam, ruhát rögtön ledobva, egy szál brébe irány a fürdő. A nappaliban 25 ember. Ők mondják boldog szülinapot, szerintetek? Anyumnak szerveztek a kollégáim meglepetés bulit a 40. születésnapjára. Csak nők voltak egy darabig, mert én a tesómat is, a tesóimat is beszervezték, mint Chippendale fiú. Az milyen, amikor a saját anyádnak Chippendale-ezel? Az meleg, nem? Igen, olyan fura. Húzol a fejedre egy oroszlán maszkot, és akkor ott a saját anyád nem tudja, hogy a saját fia csípendél. Ott sékelsz az ölében, egy szál tangával. És gondolod, de anyád beindul rád. Nem? Látod az anyádon, hogy beindul. Olyan ismerős ez a popó. Nagyon szorít a bilincs, kérlek, vegyétek le. Ne csináld tovább, Lacika, mert még baj lesz. Engem az asszony keltett fel, hogy ömlik a víz a mosógéből, erre hirtelen kiugrottam az ágyból, és torta volt a mosógépen. Ez cuki. Ez aranyos. Igen. Balázs, novemberben leszek 60, ott a helyetek. Megyünk, Zoli, mint Chippendale fiú. Igen. Na jól van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Azt mondja, hogy itt dolgozom a Vörösmarty téren, innen az üzletből hallgatlak, és látlak titeket. Nagyon jó a műsor, fáj a szívem, mert nagyon szeretnék egy ajándékcsomagot, de biztonsági okokból nem hagyhatom el az üzletet. Itt vagyok 5 méterre tőlem, és még csak oda sem tudok menni köszönni. Azért látlak benneteket, így a Tina. Hol most nehogy már. Hol vagy, Tina? Lép ki akkor az üzletből, és kezdj el integetni. Hol van? Viszek neked. Azt írja, hogy Vörösmarty téren, üzletből hallgatlak titeket, az 5 méterre tőlem. Látjátok? Hol van? Aha, és miért biztonságiakból? Kiföl a kávé, vagy? De mi, integet egy nő? Aha. Valahol? Te vagy a pénzváltó, vagy? Hol integet? Látjátok? Integet valaki? Ah, tényleg ott a narancssárgában. Narancssárgában, jól mondom? Aha. Jól mondod, az egy narancssárga. Te pénzváltó vagy? Igen? Mennyi most a dollár? Hogy van, igen. Megyek hozzá 10 után. Jó, hello. Vigyünk neki egy ajándékcsomagot. Persze. Szegény nem jöhet ki. Be van zárva. Nem tud kiszaladni, meg visszaszaladni? Nem lehet. Hát ő ott él bent, tudod. No commission? No commission? I don't know, sorry. I don't know, sorry. No commission. Mennyi a kezelési költségete? Ja. Azt mondom, hogy no commission. Ja. Nincs komisság. Nincs komisság a váltásban. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Betty, miért mondod, hogy nem volt boldog befejezés? Volt a masszőr. Na, itt vannak a srácok a helyszínen. Hello, fiúk! Sziasztok! Kit hogy hívnak? Sziasztok, Jani vagyok. Andris. Jani és Andris. Valami assugja, hogy vérségi kapcsolat van köztetek. Nincs. És nem férj és feleség. Mindenki ezt mondja. Hogy a fenébe lehet, hogy ennyire hasonlít egymásra két ember, akik egyébként nem testvérek? Régóta vagyunk már barátok, biztos ez az oka. És elkezdtetek egymásra hasonlítani? Ez olyan, mint amikor valaki, aki már bocsánat,
hasonlat érte kutyájára kezd el hasonlítani? Mióta vagytok haverok? Hát több mint 10 éve. Hmm. 15 szerint. 15? Tényleg? Jó, ne veszetek össze ezen, hagyjad. Tényleg olyan, mintha te sok lennétek egyébként. Na, miért van? Hasonlítottak meg az utcán. Hogy? Valaki nem testvérek vagytok. Tényleg? Ha? Miért vagy minden kutya hasonlít a gazdájához? Vagy a gazda kezd el hasonlítani a kutyához? Ugye, hogy ez egy ilyen tipikus dolog? Uszkárral megy a bundázott nő, pitbullal megy a kopasz. Tehát, hogy van egy ilyen tipikus sztereotípia, nem? Lékes, és tudod, folyik a nyálad, mint így a van, és szűkölve védem a seggemet, amikor megjelenik egy kamat. Igen. Néha látom, hogy az italautomata előtt így ülve mész, és igen, megyek, és húzod a fenekedet, mondja, Jani, mit csinálsz? Jenny vagyok. Igen, ahogy valaki közelít felé, valami kis édesége, rögtön elkezdek ripszálni. Na, srácok, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Benunén, jó? Figyeljetek. Dugóban vannak? Ezek szerint jönnek ide a kitelepülésre, és már a reggeli hát, dugó a fővárosban meg. Vagy esküvő. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek, egy rövid részletet. Ne. Ja. Mekkorát köptem, úristen. Szó szerint vettük a rövidet, de ez nem baj. Hát, lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Ne. Majd picit hosszabb. Hmm? Ismerem, csak nem tudom a címét. Én, a szöveg is jó nekünk, a dal címe is. Tatu! Te nagy vagy! Nem tudtam volna. Ezt ebből még a tatu se tudta volna. Nem. Bizony. Kedves lányok voltak. Mi van velük? Hát semmi valószínűleg. Sajnos nem tudom. Egy orosz oligarha Napaliában táncolnak. Vagy Szibériába vitték őket, mint a Pussirion néhány tagját, és ott ülnek azóta. Fiúk, megvan az ajándékcsomag, nem is vettünk ki belőle semmit, jó? Köszönjük szépen. Ügyesek voltatok. Sikerült megmondani, hogy tatu, mi ezzel bajba lettünk volna, de köszönjük. Nektek ez megvan. Jó, 2 darab ajándékcsomag, bögre. Családi csomag. Egéralátét és mindenféle szépség, ami még benne van. Köszi a játékot. Ügyik voltatok. Ciao, hello, sziasztok. Jó, gyerekek, most mindenki ráment arra, hogy itt áll előttünk, és ajándékcsomagot szeretne. Itt állunk a csajokkal. Hármas ugrásra jelentkezni. Hol? Férjem szülinapja van, Narancs Kabi van rajta. Ott, hátul, hello! Boldog születésnapot apunak. Nagyon szíves. És még a volt felesége is velem van. A volt feleség és a jelenlegi feleség? De nagy! És ilyen jóba vagytok? Igen, mert ő már örül, hogy megszabadult tőle, az új meg még nem ismeri. Te meg még nem tudod, hogy igen, mit örököltél meg? Szép! Figyelj, ketten együtt mindent tudtok róla. Ezt annyira bírom. Egyébként, amikor az exek jóban vannak a jelenlegivel. Erre a nők azért ritkán képesek. Tehát általában a jelenlegi, az ha valakit meg akar ölni, az legtöbbször az ex. Nem? Így. Nem bírják a nők az exeket. Így, hogy egy volt feleség jóban van a mostani feleséggel, és ugyanaz a pali, az egy nagyon ritka dolog. Összeköti őket a közös gyűlölet. De imádni való egyébként. Ez jó, ez egy helyes történet. Na jól van, csütörtök van, ez azt jelenti, hogy ugye az elmentes övezetünk van, ha Gábor nem teljesen tájékozódik rosszul Budapesten, akkor megtalálja a Vörös Marti teret. Itt van! Pedig már láttam magam előtt, hogy toporog az Üllői utca 102-ben a portán. Balázs, itt vagyok. Csicseri borsót reggeliztem. Hoztam nektek, megígértem. Rohadékok vagytok. Azért, mert néha komoly dolgokról is beszélünk, ez még egyáltalán nem baj. Szóval jön a mi Gáborunk, jó? Mr. Puliszka! Végre megint komoly dolgokról beszélünk. Kedvelem, ez fontos. Most nézze, azóta tudjátok, hogy ugye az ófenil-fenol nevezetű vegyülettel kenik. Ez mi, ez valami, hogy hívják valamilyen ógermán mondás? Ófenil-fenol, ez a citrom, amit bekennek, ugye ez egy penészülő, és azóta senki nem teszi bele a citromkarikát a vízbe például, és nem vissza ugye a limonádét, csak a levét, mert tudod, hogy a savas víz kioldja az ófenil-fenol nevezetű vegyületet a citrom héjáról, és azt hiszed, hogy C-vitaminban gazdag, vizet iszol, közben pedig ez a gombaölő szer beleoldódik a te kis vizecskétbe. Hát például ezt is megtudtuk az elmentes övezetben. Ugye? Ez már egy másik világ. Na, Gáborra folytatjuk 8 óra után, 6 perc múlva, 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlt 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Vörösmarty téren Budapesten, a DTM Sókár kamionon, vagy kamion mellett, alatt, most még mellett, aztán ha beszakad a burkolat, akkor már alatta ugye DTM. Deutsche Tourenwagen motorist, vagy mi a várja? Minden. Elmondtad százszor jól. Német túrautó bajnokság. Valami ilyesmi. Hétvégén rendezik ugye a német túrautó világbajnokságot Budapesten, pontosabban ugye Magyarodon, a Hungaroringen, és ma adunk jegyeket, csak úgy kiszórásszerűen még tele vagyunk dupla jegyekkel, és ezt itt a helyszínen is meg lehet nyerni, plusz van még ugye a Sony játékunk is, úgyhogy nagyon sok mindenünk van. Lassan elkezdjük majd ezeket a jegyeket osztogatni. Vannak jegyeink, van hideg szelünk, úgyhogy jó szórakozást.
Hüvös, hüvöske? Hüvös, igen? Tartsatok ki, nem nézhetek reggel időjárás. Mi? És úgy indultatok el Bermudába, hosszú ujjúinkbe, bizonyám. Tudtam én, hogy jön az a hideg front, de el is megy. Jó, de miért nem szóltam nekik akkor? Igen, tegnap kellett volna mondani, hogy ma öltözöm fel, mindenki jól. Na, gyorsan egy-két közlekedési ír. M1-esen Budapest felé az útkarbantartás miatt már legalább 6 kilométeres a kocsisor. A 70-es kilométer körül lépésben lehet csak haladni, türelmes várakozást minden sorstársnak. Ezt Judit küldte nekünk. 152-es kilométernél trafi, M1-es szintén Hegyeshalom felé, Zoli üzeni, valamint Tomikának üzenem Soltvadkert és Akasztó között, fekete pólóból szőke kislány méri a Soltvadkert felől érkezőket. Szőke rendőrcsaj? És fekete pólóban rajta. És kis egyenruhában. Jó, ne képzeljük azért túl, persze, a bilincset csatintja. Gumibottal. Egyébként az, hogy ilyenkor mindig valaki ezt mondja, hogy azért ne úgy képzeljük el, hogy ő egy iszonyú, és mi van, ha tényleg de, az? Nem, ő tényleg az, valószínűleg van, nagyon csinos rendőrványok vannak, de ne gondolt tovább. Figyeltek, engem a múltkor... gondoljam, Márta, mert nekem már csak ennyi van. Ha igaz, akkor gondolj. A múltkor megbüntettek, illetve pontosabban nem be voltam, között csak igazoltattak, és az egyik rendőrlány volt. Mint a castingolnák őket. Uh-huh. Komolyan, de Covid filmből lépett volna ki. Mondjuk nem volt jó art. Ennek ellenére. Nem kicsit se. Felajánlottál valamit neki? Nem, hát gondoltam, kicsit mosoly, tudod, hello, dumál, semmit. Olyan szinten átnézett rajtam, hogy szinte már fájt. Főtörzsőrmester asszonya, ha esetleg elenged, akkor kedves lehetek a magával. Valahol az Attila út 2-ben, igen, ott gondoltam, ezt megteszem neki. Nem, csak úgy tudod, azt várta az ember, hogy úgy majd úgy kedves lesz, majd úgy aranyos lesz, de nem volt. Eltűnt a monitorom, Gábor. Nem csak neked. Uh-huh. Az ott előtted. Igen, ez így. Jó, addig mondok fontos üzeneteket. Jó, hogy mi történik jövő héten szerdán. Egy nem mindennapi kis rendezvényre hívnánk azokat, akik szeretnek minket, szeretnének velünk egy jó kis balatoni kompozáson részt venni, valamit szeretik a Hooligan zenekart, mert hogy ugye jövő hét szerdán mi begördülünk majd 9 óra után az Alsóőrsi Harley Davidson fesztiválra. De kicsit megspékeltük a dolgot, most nem egy ilyen kamionos levonulás lesz, hanem... Hát csak részben. Részben, hanem 5 óra 45-kor a Morning Show teljes stábja és 25 motoros felszáll a Széchenyi Kompra. Ez a Siófok Rudi sétány 2, majd 6 óra 10-kor áthajózunk a siófoki hajóállomáshoz. Hoppácska! És aki szeretne egy élő Hooligans koncerten részt venni, úgyhogy közben utazik egy kompon, ahol ott van a Hooligans zenekar, ott vagyunk mi is, az legyen 6 óra 10-kor a siófoki hajóállomáson. Akkor a sorsön találkozunk. Ahol felveszünk azokat, akik velünk akarnak tartani a kompon tihanyig. Az nagyon menő. Útközben hajózgatunk, 9 órára ugye odaérünk a tihanyi rév megállójához, és onnan átgurulunk mi Alsóőrsre. Azok, akik pedig részt vettek a koncerten, visszavisszük őket, azokat visszavisszük egészen Révfülöpig. Aha, ha akarják. Ha akarják, akkor jönnek velünk. Úgyhogy jövő hét szerda élő Hooligans koncert a kompon. Aki szeretne ott lenni 6 óra 10-kor, legyen a siófoki hajóállomással. Ez nagyon fontos, nem ott, ahol egyébként felszállna a Szántódi révnél a révre, hanem aha, siófok. Oda megy ez a komp. Egy kis kitérővel. Jó? Annyi ember tudunk felvenni, ahány hely van, érkezési sorrendben, az első 100-120 ember, körülbelül ennyien férünk föl, végignézhet egy élő Hooligans koncertet a hajón. Ez jó? Ha túl sokan vagytok, legfeljebb Csipa és Andy leszáll. igen, és mi éneklünk. És mi éneklünk. Figyelj, nagyon menő. Ez lesz jövő héten szerdán. Vízi jártassági kell hozzá? Hát a belsel, akkor jól tudsz úszni. Hát a kapitánynak nem baj, ha van. Milyen tudod? Gyorsan megy egy ilyen komp? Tudod nagyon... mögötte vízi sielni? Szerintem ez nem húznak ki a vízből. Aha, tehát vagy csak nagyon lassan a vízszint alatt. Nem. Azt tudod, hogy húzatod magad, és levetközöl messzere, és hátóhúzatod magad, azt meg tudja csinálni, de a vízisi ez nem elég. És mi meg olyat játszunk, tudod, hogy ilyen karikákat dobálunk. Tényleg, igen, és időként egy vödörből megedett heringel. Igen. Na, úgyhogy ez lesz jövő héten szerda, 6 óra 10, siófoki hajóállomás, jöjjenek a Hooligans rajongók, jöjjenek azok, akik velünk akarnak találkozni, mert ott leszünk, és onnan indulunk majd át Tihanyba. 9-kor érkezünk, 9-kor, és onnan legördülünk ugye Alsőrse. Ugye? Uh-huh. Mennyi minden. Az eszem megáll. Megőrülök. Te jól hangzik. És mindezt úgy, hogy egy nappal előtt olyan 11 óra magasságába fogok elköszönni a Maidentől. Szevasztok, melyek Alsőrse? Sziasztok, srácok, már hello, indulok is lefele. Igen, na Csabival az Iron Maiden koncerten, igen. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében.
De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó antibiotikumban szennyezett lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Elmentes övezet szeptembertől a mozikban. Itt vagyok, srácok, itt vagyok, segítek. Meg vagy. Jött egy SMS neked. Hajdina úr, nagyon cukker. Gábor, hello, jó reggel. Jó reggel, szervusztok. Hello, Gábor. Na hát ez már olyan, mint egy előadás, nem? Amiket te tartasz, ugye, hogy állak itt a színpad előtt, mi pesti hallgatóink, te pedig ugye beszélsz a színpadon, csak most egy üvegstúdióban vagyunk. Ilyeneket te csinálsz elég sokat, nem jársz így? Igen, járok előadásokra, és publikálok valóban. Azért ez egy új helyzet, megvallom, mert így ilyen üvegstúdióban még nem voltam. Milyen high-techben nyomjuk, mi? Menő, mi? Elég menő komolyak van. Vagytok, igen. Házi kolbász kérsz? Láttam, itt igen, hogy hoztad. És... Nem én hoztam, nagyon kedves barátaim hozták, békés. Csak olyan van, amit te nem fogyasztasz, házi kolbász. Ebben nincs-e? Az biztos, hogy nincs. Igen, erről az asztalról most nehéz választanom. Hát, pedig én megkínáltalak a tojásos tosztommal. Házi kolbász a Feri jóvoltából, toszt, ugye a Jani jóvoltából, egy gyors étteremből, meg a Megatoszt, illetve frissen sütött gyors pékárú. Hát most, igen, ha itt maradnál egy hétre, azért itt lehet, hogy lehet, egy szénsavmentes vizet kértem itt a kedves hölgytől, csak elég hideg, és ez nem tesz jót a gyomornyálkához. Ja, Isten, hagyjál már! Jaj, bocsánat, nem bírtam megint. Nézd csak, ez meleg para. Majd megmelegítjük a dekoltásába. A szénsavmentes akkor jó. Na, mit hoztál nekünk, Gábor? Meséljék kicsit. Képzeljétek el, hogy felmérték szakemberek a világ legegészségesebb területei zónáit. Biztos hallottatok már a kék zónákról. Persze. Felsorolhatom ezeket? Hogyne, ezek a világ legegészségesebb területe, ez mit jelent, hogy itt nagyon egészségesek az emberek? 100 évig élnek az emberek, tehát ott még egy 105 éves nénivel is tudtok beszélgetni érdemben, mm-hmm, tehát nem ágyban fekvő néni vagy bácsi, akit ágytálaszni kell. Kezit csókolom! Mit mond? De ez azt jelenti, hogy azt próbálták megfejteni, hogy miért élnek ezeken a területeken ennyi ideig az emberek? Igen. Mivel, hogy Amerikában és Európában a jóléti társadalmakban csökken az életkor, a szó ilyen értelmében, tehát ugye most már ugye 80 évről 70, majd 65 év lett, feltérképezik, hogy a világon hol élnek a legegészségesebb népek, és megpróbálnak összefüggést találni a népek étrendje és életkora, illetve szokásai között. A négy legegészségesebb terület, ez azt jelenti, hogy négy igazán egészséges terület van összesen a világon, vagy van több is, csak ez ahol mondjuk extra módon sokáig élnek négy az emberek. Nagy, igen, négy nagy zóna van, ezek a kék zónák, mert kék színnel jelölik a szakemberek. Ezen kívül vannak kisebbek is. Nagyon izgalmas egyébként ez a téma, mert sok tanulság van benne. A Kárpát-medence gondolom nem kék zóna, hát, nem? Tehát annyi statisztikában vagyunk Magyarország elő, hogy... Magyarország nem. Magyarország nem. Inkább valami piros, vagy nem is tudom, ilyen színű. Aha. Fekete. Ultrabörös, extrabörös, villogóbörös. Danger. Na, hol van a legközelebbi? Igen. Hát fősorolnám, aztán eldöntjük. Tehát Olaszországban Szardínia szigetén, aztán Japánban Okinawa, az Okinaván élő népek, Nicoya Peninsula Costa Rican, és a szombat ünneplő adventista populáció Loma Lindán, USA-ban, tehát az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát az Egyesült Államokban is van lehetőség hosszú ideig élni. Jó, de csak akkor, ha szombatista vagy? Nem. Mert azt viszont mondtad, hogy ez a populáció a szombatista populáció. Így jelzi a szakma, hogy szombat ünneplő adventista populáció. Aha. Ugye ők egy héten egy egész napot nyugalommal és a hitükről szóló dolgokkal töltenek, és ez a stresszmentesség, ez az egész napos tevékenység nélküli, de gondolkodásban igen aktív nap. Ez teszi lehetővé állítólag, hogy náluk az életkor sokkal hosszabb. Ez mit jelent? Tehát náluk mondjuk az átlag életkor a férfiaknál mondjuk 60 év. Tehát egy 30 éves pali a statisztikai értelemben egyébként középkorúnak számít Magyarországon, ami egyébként megdöbbentő. Tehát mi már jóval ezen túl vagyunk. Ez mint egy 80, 100 év, 105 év? Tehát megszokott dolog, hogy egy 100 dologot, hogy mint a Szardén egy 100 éves, meg egy 105 éves néni vidáman üldögél és beszélget? Igen, a kiskertekben lehet őket megtalálni, tehát nem a televízió előtt. Egyébként nincs is ezeken a helyeken szinte televízió, meg internet. Az jellemző ezekre a népcsoportokra, hogy el vannak zárva valamilyen szinten a külvilágtól. Gyakran olyan szigeteken laknak, ahova a kereskedelem nem is teszi be a lábát, mert annyira viharos idő van körülötte, hogy igazából nem,
nem nagy üzlet ott kereskedni, mert csak lezuhannának a gépek, meg elsüllyednének a hajók, és ezeken a szigeteken önellátó gazdálkodást folytató népek élnek, akik megtanulták, hogy hogyan érdemes ez, hogyan lehet élni, és boldogok egyébként. Hát nem merem mondani, hogy számítógép és internet nélkül, mert itt előttetek itt látok ilyen laptopokat, Balázs előtt, mint a kettőt is látok. Néha én is megpróbálom letenni, de 5 perc után már elvonási tüneteim vannak, és azt veszem észre magam, hogy már titkon a budin is internetezem. Igen. És vannak ezek a lopott 5 percek, tudod, amikor gyorsan elvonulsz, és a gyerek éppen hagy, és elolvasod, hogy mi van. Nem vagyok kézdrágá. Istenek, van wifi, tudok küldeni egy üzenetet Vikinek, hogy hozzon be még egy gurigát. Tudni, hogy szomorú vagyok, elmegyek egy szállodába, és nincsen wifi, ki tudok készülni. Viszont a nepáli serpák is itt tartoznak, és úgy tudom, hogy te a műsorban volt, úgy hallottam, volt szó a serpáktól. Volt, hát most ugye Klein Dáviddal követtük, és neki a mászótársa is serpa. De nézzük először az olaszokat, például ugye Szardíniát mondtad, köztudott, hogy ők azért elég jó lesznek, tehát nem sütnek sok mindent zsírban, sok olívaolaj, könnyű kaják, tehát hogy csak az étrendre vezethető vissza mondjuk a 4 legegészségesebb terület a világon? Az étrenden kívül általában nagy családos népekről van szó, tehát ha nem is élnek együtt a szülőkkel, meg a nagyszülőkkel, de gyakran találkoznak, hetente többször is, és jó kapcsolatot ápolnak. Tehát nem az a cél, mint mondjuk itthon, hogy minél hamarabb elköltözni a szülőktől, és függetlenedni, és saját lábra állni, hanem mindenkinek megvan a maga megélhetése, de alapvetően, tehát fölépíti mindenki a maga önellátó életét, de gyakran összejárnak, találkoznak, beszélgetnek. De ez mondjuk olyan jó. Tehát például ezt a japánoknál én úgy irigylem, hogy aki idős, 66-70 év feletti, nem arról van szó, hogy kiszorul, és lemarad a családi rendezvényekről, és betesszük, lezárjuk, és teher a családnak, hanem ő maga a tekintély, az odafigyelés, mindenki szereti, ő a rangidős, még akkor is, ha mondjuk már 80 éves, és nem lehet akár minden mondatát vagy szavát érteni, akkor is úgy tekintenek rá, mint a családfeje, és együtt él a fiatalokkal, illetve a gyerekek meg az unokák tartják őt is fiatalon. Ez nem nagyon jó. Itt meg ugye hát azért ez nem jellemző, hogy egy unoka, meg egy nagymama, az mondjuk egy családon belül éljen. Meg ott nagyon jók a nyugdíjak, és nem szívesen engedik át egy szeretet otthonnak. Hát nem, igen, ez inkább egy ilyen, igen, ez is lehet, de azért ez egy kulturális hagyomány, de szerintem ez például nagyon szép a japánoknál. Igen. Na, de nézzük az olaszokat, hogy mi történik Szardínán, amiért 100 évig élnek. Sajnos nem kolbászt esznek, mármint Ferinek lehet, hogy sajnos, mint nektek. Tehát ott kolbász nincs. Pedig az de, jó az néha. De van Szardínián kolbász, neked elárulom egyébként, igen, csinálnak azt. Nyilván mindenhol van kolbász. Nem halból csinálják, mert van halkolbász is. Van halkolbász, de nem hülyék az olaszok, ők egy normál nép, tehát csinálnak rendes kolbászt is, és esznek nagyon sok halat. Abban neked igazad. Amit mi magyarok viszont kevesek. Hát. Egyébként olívabogyó, olívaolaj. A mediterrán típusú ételeket ismeritek, hogy a görög saláta is ugye hogy néz ki, meg hát ugye az olaszoknál is. Érdekes, hogy a tészta ételek jellemzők az olaszokra, de hogyha a tésztából nem eszünk túl sokat, hanem inkább ugye a zöldségféléket és a hidegen sajtolt olajokat helyezzük előtérben, és hát nyilván ugye a hal olajban lévő zsírsavak, ugye jók a szívnek, általában ezek azok. És a sok mozgás, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert ez kulcs lesz az étrend mellett, hogy tevékeny emberekről van szó. De ez a négy nagy zónait megállapították, hogy többet is mozognak az átlagnál? Igen. Mondjuk a serpák nyilván, tehát eleve 5000 méter magasan, több oxigént szállít a vérük, jönnek, mennek, ott fölmász egy 200 méteres kis dombocskára, az olyan, mintha itt megmásztad a kékest. Tehát, hogy mind a négy nagy csoportnál a mozgás az ennyire szerepet játszott? Igen, és sovány testalkatú, abszolút szikár, erős népekről van szó. Van, ahol 1500-2000 kalóriát is megesznek egy nap, ugye ez fele annyi, mint az európai-amerikai 3000 kilokalóriás átlag. Van, ahol csak mondjuk az okinavai indiánoknál ott 1200 kalória per nap, ami szakmailag elégtelen gyakorlatilag, ugye mert 1200 kilokalória szinte az alap anyagcsere, amivel épp hogy tudunk működni, de ők jól működnek ezzel. De például ugye mindenki sokszor az állati fehérjét mondja, hogy azt visszaszorítani. Na most például az okinavai indiánok is sokáig élnek, ez milyen érdekes, közben ők azért ugye esznek húst elég sokat, vagy nem? Ők is megpróbálják ezt mellőzni? Általában a kecske és a juh vagy birka tej, illetve vannak az erjesztéses termékei jellemzőek. Tehéntejet nagyon ritkán fogyasztanak, és 50 g fehérjénél többet szinte egyik népcsoport sem eszik. Tehát ugye hiába mondom, hogy a hal, meg esetleg a húsfélék, ha elő is fordulnak, de akkor is ugye a birkahús, tehát nem fogyasztanak sertéshús. 50 g-nál több fehérjét nem esznek, most Magyarországon 100-110 g a fehérje bevétel, tehát duplája, és ugye ebből nitrogén képződik, ami a vérben nem jó. Ezeknél a népcsoportoknál, vagy a négy legegészségesebb területnél az a közös, hogy kevesebb az állati fehérje, mint például Európában, vagy az Egyesült Államokban, ahol mondjuk több húst esznek? Igen, és sokkal több a gabona. Aha. Főleg a érdekes, hogy a köles van a hunzáknál, a hunzákat biztos ismeritek, sárga barack, asszalt sárga barack, de nem kénezett formában, és sárga barack mag, illetve annak olaja, ugye a hunzák ennek köszönhetik részben a hosszú életkorukat, és a körte alma és szilva fogyasztásuknak, és köles kását esznek, ha hiszitek, hanem a hunzák
mégpedig asszalt sárgabarackkal és barackmag. Igen, csak olajjal. Ez a saját termesztés azért ez egy akkora áldás, nem? Tehát én tényleg ezt elmondtam, ezt a dolgot itt nektek, a megszállás között, hogy én például nagyon sok epret eszünk, veszek a gyereknek. Nem tudom úgy megvenni, hogy ne jusson eszembe, hogy mivel permetezik. És meg is kérdezem a zöldségest, ugye, mert nem tudok elmenni mindig egy biozöldségeshez, házigazdálkodásban Marika nénihez, hogy van-e valamivel permetezés, mondja, hogy szerintem nincs, hát jön hozzák. Tehát, hogy kiskereskedő, magyar őstermelő, tudod, mindenhol ki van írva, nem tudod megakadályozni. Na látod, ha a japán cseresznye helyett a kerted végét fölkapáltad volna, így és van. Tettél volna oda három tő eperet, akkor most azt tennétek. Akkor lenne hat szemeprünk négy év után. Vagy őszi barackot veszel a gyereknek is. Mindig ott lebeg előttem, hogy vajon mi van benne. Nem? De Gábor, a serpákkal mi a helyzet? Mert így 5000 méteren azért nem nagyon termelsz semmit. Vagy lejönnek, ott termelnek, megeszik, visszamennek. Krumplit termelnek, burgonyával, búzával és árpával élnek. Aha. Alapvetően. Ők is fogyasztanak tejterméket, tehát ugye erjesztett. Jó, jaktejet. Fogyasztanak. Birka tejet fogyasztanak, illetve abból készítenek kecsketej, erjesztett kecsketej, és vegetáriánus népekről van szó. Na most előfordul, hogy esznek húst, ugye ezt azok számára mondom, akik már fel vannak háborodva, hogy itt minden húsmentesen zajlik. Tehát a kvázi vegetáriánus étrend úgy néz ki, hogy hetente maximum egyszer, de inkább havonta egyszer, amikor a család összejön, akkor vágnak egy nem tudom, egy állatot, és akkor azt elfogyasztják, de nem jellemző minden napos szinten, hogy így kis kolbi, meg nem tudom, sonka, meg szalonna, tehát ilyen nincsen minden nap, de időnként előfordul, hogy vágnak állatot. Alapvetően erjesztett tejterméket fogyasztanak. Nem tudom, hogy jó hír lesz, amit mondok, de a kaukázusi népek sem kaukázusi kefirt fogyasztanak, hanem kecske és birka tejből erjesztett, úgy nevezik ezt, hogy macóni. Ezt fogyasztják, csak ugye itt nálunk elterjedt, hogy a kaukázusi kefir, ez egy fantasztikus dolog. Egyébként tényleg egészséges, csak nagy valaki azt higgye, hogy a kaukázusi népek is csak ezt fogyasztják. Uh-huh. Az egyetlen kis kultúra, amit elhoztak, de ott egy csomó más kultúra is van, ami hasznos. De hallod, akkor a svédek se esznek svéd gomba salátát. Igen. És a svéd asztal nem az, ahol a svéd asztal nem az, ahol a szőkék vannak. Igen, tehát ezért ez mindenképpen jó tudni. És akkor ez a kulcs tulajdonképpen a stresszmentes élet, meg az, hogy kevés állati fehérje? Most nyilván leszűkítve a dolgot, de hogy ezen négy népcsoportnál azért ez bebizonyosodott, nem? Tehát van ennek egy fizikai része, úgyhogy ha megnézzük, a fizikai részét ugye itt említettük, hogy ott a kaukázusi népeknél a vizitorma, ott a zöldhagyma. Van ennek egy fizikai része, ami a táplálkozás, a légzés, ugye a vegyszermentes, önellátó gazdálkodás, de hogyha ott megrágja a kártevő mondjuk a paradicsomot, vagy nem tudom én, valamilyen zöldségfélét, akkor ott nem csinálnak ebből problémát, tehát egyszerűen kivágják és megeszik, tehát nem félnek ilyesmitől, ráadásul olyan termővidékekről van szó, ahol tízszer annyi terem, mint amennyi a szükséglet. Hmm. És bőven van élelem. Jó volna, hogyha át lehetett érni. Mondtál egy történetet egy görög szigetről, ahol elment egy beteg, akiről lemondtak az amerikai orvosok. Képzeljétek el, hogy volt egy görög férfi, vagy van egy görög férfi, aki Amerikában élt, átköltözött Amerikába, és viszonylag gyorsan tüdőrákot kapott, sajnos. És nem volt mit tenni, mivel most már olyan helyzet állt elő számára, ami az életét veszélyeztette, és azt mondták, hogy nincs mit tenni, menjen haza és halljon meg lényegében. Ez a görög férfi úgy döntött, hogy hazaköltözik az őseihez, mégpedig Ikária. Ez is benne van a négy nagyban? Nincs benne, ez egy kisebb szigetcsoport, 10 000 görög él Ikária szigetén, és azt vették észre itt is, hogy nagyon hosszú ideig élnek az emberek, és ugye kognitív, tehát szellemileg is épek. És képzeljétek el, hogy az ember meggyógyult a tüdőrákból, teljesen fölépült, igazából észre se vette, hogy lényegében nem hal meg. Erre mondtak azt, hogy elfelejtett. Jó, csak finoman elment vissza hazájába meghalni, és aztán ez csak arra jött rá, hogy már 10 éve él. Gyakorlatilag neki már nem szabadna élnie, mi történik, hogy ott nincsenek orvosi műszerek, de végül kiderült, hogy meggyógyult, tehát nincsen semmilyen eredmény ennek a ráknak, és hát ott élt, azt is elfelejtett, hogy visszamenjen Amerikába, tehát jó volt neki az ősei körében, majd idővel úgy döntött, hogy visszamegy Amerikába, és megkérdezi az orvosait, főleg azt az orvost, aki őt diagnosztizálta, minden orvos meghalt már valamilyen civilizációs betegségben, aki őt kezelte, és nem talált meg egyetlen orvos sem, aki ott lett volna, úgyhogy nem tudta megkérdezni, hát nyilván rájött, hogy mi okozta, meg hát fölvilágosították, hogy egy olyan életvezetést folytatott fizikailag, ugye lelkileg is, mert ezeken a szigeteken, hogy ott van a
mondjuk a hit, a meggyőződés, az életcélok, a társaság, a család, a szeretet, közösség. Tehát minden olyan dolog, ami fontos az egészségünkhez, nem csak a táplálkozás. Tehát szó nincs arról, hogy csak a paradicsom és az olívabogyó gyógyította őt meg. Nem, nyilván ezért ez többről szól, meg a stresszmentesség, meg az, hogy szerető környezetben van, meg nem az internetet használod, meg nem veszed magad telekötyükkel, meg valóban fontos dolgokkal foglalkozó, kevesebbet stresszes, de akkor nyilván az se véletlen, hogy bizonyos területeken jellemző a rák, máshol inkább a szívinfarktus, tehát hogy mindennek megkereshető vagy található az oka akkor. Igen. Nem? Igen, és mindennek van ellenszere. Nyilván egy áttétes tüdőráknál már nem biztos, hogy azt mondanánk, hogy menjen Ikária szigetére, de itt véletlenül egy olyan betegségről van szó, ami visszafordítható volt. És azért elég sok betegség, még a mai nap, tegyük fel, vagy ezen a héten, vagy ebben az évben visszafordítható lenne, az ember nem törődik vele, és 5 év múlva már nem visszafordítható. Hát ha én rosszul leszek, akkor én is visszaköltözök az őseimhez, Nyíradonyba vagy Újszászra. Ez a két variáció. Vagy arzénes víz. Figyelj, hallva most ezt azért a vegetáriánusok, azért most komolyan mondom. Tehát, hogy nem, én már is eldöntöttem, hogy az életemet úgy szeretném majd leélni adventista serpaként Okinaván. Néhány indiánnal körbevéve. Amerikai indiánnal. Néha Szardiniára átirándulva. De most ezt hallva, azért ezeknél a népeknél bebizonyosodott, hogy az állati fehérje azért nem annyira fontos, mint például egy európai vagy egy magyar ember számára. Tehát te, mint vega, szerintem te fogsz szelfizni majd nálunk a kerepesében. Hát azt tudjuk, hogy szia, Tony, jövök mindjárt. Gyomlálom a muskátikat. Azért ebben lehet valami ráció, és én is eszem a kolbászt, szeretem a húst, nem akarok senkit rémizgetni, ez a beszélgetés soha nem erről szól, de a nagy népcsoport, akik 100 évig élnek, havonta egyszer, vagy maximum hetente egyszer esnek húst, sőt, van, aki vegetáriánus, mondjuk a serpák, azért ebben csak van valami összefüggés. Jó, nem? Egy csomó mindent azért levettél róla. Tehát de nem most, mi próbáljuk magunkat védeni, de... Abban igazad van, hogy a szervezet gyakorlatilag bírja hús nélkül, na de minek értelmetlenül élni, ugye? Hát, azért másik kérdés. Na de minek így, hogy egy jóféle malacot nem tudunk levágni. Most érted. Az a helyzet, hogy Magyarországon és ugye Európában is az emberek átlagosan olyan 70 évig, 65 évig élnek, és ennek utolsó 10-15 éve betegségben zajlik, vagy 5 éve mondjuk, vagy 3 éve. És ezeknél a népeknél ugye a 105 éves néni vagy bácsi is főszabályként abszolút nem szenved fájdalmaktól, és úgy halnak meg, úgy mondjuk, hogy jó vénségben, jó öregségben, ugye elalszanak éjszaka, és nem kelnek föl. Ezért ez egy boldog halál ilyen szempontból. Hát ennél talán nincs is boldogabb. Ennél talán nincs, mikor elalszol. Még 105 évesen megkapáltad délután a kertelet, majd ledőlsz aludni, és reggel nem kelsz föl, szerintem megvagy, nem? Egyszer csak megáll a szív, de az sem úgy, hogy ilyen görcsökben, hanem egyszerűen belealszol a halálba. De ezek a népek, ezek így halnak meg, és egyébként a régi népeknél is ez volt lényegében, és csíráztatják a lencsét, képzeljétek el. Őrület, hát ezt akartam kérdezni már, hogy a lencsét. Itt fogjuk kihúzni a gyufát, Gábor, tehát ebbe már viszont nem menjünk tovább. Viszont az is érdekes, hogy ott van egy 70-80 éves ember, akit mondjuk Európában, Magyarországon, ugye, amiről beszéltünk, partvonalra raknak. Miért halnak meg ezek az emberek sokszor? Nem is biztos az egészségi állapotuk miatt, hanem van egyfajta mentális lemondás, amikor te már azt érzed, hogy nem kell ez senkinek, a családodnak is teher vagy, nem foglalkoznak már veled, mindenki kicsit túl lenne rajtad. Mi történik ezen a népeknél? Ott vannak, figyelnek a gyerekekre, figyelnek az unokákra, rájuk bíznak dolgokat. Tehát nem érzed azt, hogy effektíve már nincs rád szükség. És ha nincs rád szükségérzés, az von maga után egy olyan mentális, fizikai, lelki állapotot, hogy egyszerűen azt gondolod, hogy te már nem kell ez életerő, életigellés szépen lassan igen, elapad. Meg az a baj, hogy van egy szépen meghalsz. Tehát, társadalmi beidegződés felénk, mert azt mondják, hogy azt gondolják sokan az idősek, sajnos, hogy azzal, hogy ők nyugdíjba mennek, valami véget ért. Pedig az lehetne valaminek a kezdete, vagy valaminek a folytatása is, mert hát, az aktív életmód, az, hogy még mindig legyenek céljaid a nyugdíjba kerülés, vagy nyugdíjba menés után is, az borzasztó fontos, tehát az, hogy aktív életmódot éljél. Hát igen, csak azért az itt nyilván egy anyagi behatároltság is, tehát az amerikai nyugdíjas, amikor elmegy 3 hetes floridai hajótúrára, hát nem olyan célt kell kitűzni. Így van, itt tudnám mondani a kiskertben kapirgálást. Jó, például, ami jó, azért nem annyi jó, de gyerekek, azért egy magyar nyugdíjasnak a célja az, hogy még 20-án tudjon, mit vásárol kis túlzással. Tehát azért itt a magyar nyugdíjasnak nem csak azért nincsen célja, mert ők lemondanak mindenről, és nem jó nekik a kertben kapirgálás, hanem azért nincsenek céljaik, mert az a fajta. Tehát most anyagi célokat mondasz, ne ilyet. Nem ezt mondom, csak azért más, mondjuk egy amerikai nyugdíjasnak, aki kap egy kanadai nyugdíjasnak, aki még azt mondja, hogy mi a célom, 50 évig dolgoztam, most az a célom, hogy körbeutazom a világot. Hát azért itt ez legyen az a cél, hogy megtaníts 5 verset az unokádnak. Nyilván, hát ez is fontos. Persze. Nem egy persze. Ha jó út, de jó. Ez egy fontos dolog egyébként, az Okinaván élő embereknél kifejezetten írják a szakemberek, hogy úgy nevezik, hogy az élet célhoz való erős ragaszkodás. Ez részben jelent egy istenhitet számukra, részben jelent egy
az unokák fölnevelését, tehát ők még szeretnék akár az ők unokáikat is nevelni. Igen, és rendszeresen le kell járniuk a helyi dojóba, és rendszeresen szét kell rúgni a segét a fiatal karatékáknak. Hamar bevonják őket a munkába, és érdekes, hogy ezek az életcélok, egyébként tudjátok, az emberi testben működik ez a program, az akarati program, hogy ha élni akarsz, akkor a szervezet mindent megmozgat. Azért ugye az a rákbeteg, aki lemond magáról, az hamar meghal, és sokkal nagyobb a gyógyulás esélye, ugye ez az ismert példa, ahol valaki élni akar, és sokszor meg is gyógyul. Vagy de orvosok is azt mondják, hogy egyharmad az orvos benne, egyharmad az idő, és egyharmad, hogy te meg akarsz-e gyógyulni. Ha mind a három megvan, akkor meg tudod csinálni. Ha nem, csak az egyik hiányzik. Tehát ha te lemondasz magadról, hiába van a legjobb orvos, és hiába van időd, véged van. És nektek vannak életcéljaitok, Balázs? Nem, nincsenek sajnos. Feri, esetleg neked valami? Ez a köles csíráztatás, ez most egy kicsit. Ez megdobogta. Lencse csíráztatás. Azért akarnak. Van, abszolút. Persze, most el kell mennem eurót váltani. Én most az új Tom Cruise filmet akarom megnézni délután. Tudom, hogy van egyébként, csak azért kérdeztem, mert tényleg nagyon fontos, hogy nem csak azért, biztos benneteket sem, hogy most ide kijöttetek. És ikrekkel még nem csináltam például. De ez nagyon melós lesz otthon, sajnos még sokat kell gyúrnom. És egy jóféle milf is kimaradt még a zserbóból, úgyhogy... Hosszú távú célokra gondoltam. Ez elég hosszú távú Janinál. Na jó, Gábor, érdekes volt, amiket mondtál, köszönjük szépen. Bízom benne, hogy tanulságosak. Abszolút, nagyon érdemes tényleg ezt meghallgatni, meg utána olvasni ennek a négy legegészségesebb területnek, mert tényleg fontos, amit mondtál. Jövünk mindjárt a hármasugrással, DTM jegyeket is sorsolunk. Mit reggeliztél, drága Gáborom? Hát én most a hunzákra tekintettel köleskását fogyasztottam, barack mag olajjal és egy kis asszalt sárga barackkal. De szeretlek, úgy megölelgetélek ilyenkor, amikor ezt hallom, ez annyira jó. Barack mag olaj, sárga barack mag olaj? Igen, nem kell sokat használni, de nagyon egészséges és hasznos. Mert úgy tovább tart. 8:30 pontosan, 6 perccel, Gábor, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Egy hét múlva mi Sárváron vagyunk, úgyhogy 2 hét múlva. Rendben. Találkozunk veled, jövünk a hírek után. 3:49 múlt, 2 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, és itt a helyszínen a Vörösmarty téren, köztetek Feri, itt pedig a DTM Sókár kamion, DTM hosszan. Deutsche Tourenwagen Masters. És úgy szeretem, hogy 5-ször nézel a kamionra, amire nincs felhívva. Igen, mi a DTM rajta van? DTM ott van, 6-szorra nézed meg konkrétan, hátra hosszan ott van. Nem bízol magadba, pedig ezt tudod, hogy mi a DTM. Ugye hétvégén van a futam a Hungaroringen, és egész héten sorsoltunk páros jegyeket, ugye? A DTM Túrautó Világbajnokság Hungaroringi futamára, és most is adnánk 2-t valakinek. Hát, mint a húzat, persze. Sőt, adhatunk akár 2x2-t is, mert annyi van. Te akarsz. Szereted a DTM-et? Szeretem. Hogy hívnak? Közök Imre. Imre, gratulálok, nyertél 2 darab jegy, tudtad a nevedet, szevasz. Várjál, tudás alapú. Én kérdeztem, hogy hívnak, mondta, hogy nagyon, Imre. Nagyon, hát mi az, hogy nem, még kérdeznek, hogy hány éves. Hány éves vagy Imre? 43. Tudja. A másik is a tiéd, jó van. Te szereted a DTM-et? Igen. Kérlek szépen, 3 fajta gépjármű indul ezen a versenyen, 2-t itt látsz, a harmadik, a Mercedes, az ott van fönt, a 2, az az Audi, meg a BMW. A 3 fajta gyárból egyet, ha fősorolsz, akkor nyertél. Audi. Nagyon jó, gratulálok, 2 darab jegyed már is van a hétvégi DTM-es futamra. Megdolgoztál érte keményen. Törözd meg a verítéket, omlokodom. Kérdezd meg, hogy honnan jött. Honnan jöttél? Tehát most itt éppen Pestről, de amúgy Balassagyarontról. Balassagyarontról, nagyon szuper, hát kérlek szépen, ilyen lesz. Te bölcsész vagy? Muszáj gyerekek tudásalapú kérdéseket feltenni. Jól van, tele vagyunk még egyébként jegyekkel, sőt, mi több, 9 óra után kiderül, hogy az 5 óra nyertes, valamint a tegnapi hármasugrás nyertesünk közül ki az, akit visszahívunk, és választhat majd, ugye a Sony telefon és a Sony TV közül. Ezek nagyon klassz kis ajándékok. Sok pénzbe kerülnek, és eldönteti a hallgatónk, hogy melyiket szeretné, ez lesz majd 9 óra után. Kiadtuk a DTM jegyeket? Kiadtuk, ugye? Hát, ha akarsz, még én adhat. Egy lány ki az a lányok tényleg? Közül, aki szerint. Te ilyen fiatalon? 18 vagyok. Azért mondtam, hogy fiatal vagy, mert 18. Okay. Milyen suliba jársz? A Petőfi Sándor Gimnázium. Mi a kedvenc tántárgyad? Angol. Angol. Hogy van az, hogy szeretlek? I love you. Tessék, gratulálok. Kérdés, hogy... Tudás alapú 2 darab DTM jegy, a hétvégére érezzétek jól magad. Várj, azért tudjuk meg, hogy kivel megy, mert hogy tudod, itt vannak ám nyereményvadászokat. Velük, ha ketten mennék, csak nincs. Tehát 3-an vagytok összesen? Igen. És van egy negyediket, te is? Igen. Neked a kedvenc tantárgyad a matek, ugye? Nem. 2 meg 2. 4. Gratulálok, tudás alapú. Olyan vagy, mint a Mikulás Feri egyébként, szórod őket. Gyereke, azt mondtátok, haladjunk. Csajok. Mondjátok egy helyszínt a Hungaroringen kívül, bárhol, ahol még DTM-et rendeznek. Csak hogy mennyire vagytok DTM-rajongók valójában. Egy. Mondja. Hockenheim. És tudja. Ennyi. És tudja. Ennyi. Hiszen a kamionon. Ja, mindegy.
elképesztő, hogy ott van fölírva mögöttünk a sókárkamionon, igen. Mint a Mikulás olyan a felé, nem? Szórja egyeket. Csodálatos ember, de hát, hogyha valaki ilyen szintű tudással rendelkezik, mint a kedves hallgatóink ebben a témakörben, hát ott nem lehet nem adni. Ott nem, igen. Na, mi pedig hármasugrás játszunk már is valakiben. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Majdnem azt mondom, hogy haló, jó reggelt. Mondhatod. Igen, tehát ez egy megszokás lenne. Szilágyi János, haló, itt vagyok. Az meg vagy egyszer a Szilágyi megcsálta ugye ennek a tévés verzióját, senki nem telefonál, de megsértődött, kiment, és 10 percig mutattak egy üres széket. Senki nem hív? Akkor én most kimegyek, és kiment, és egy üres széket mutattak. Nem volt betelefonáló, egy üres széket láttál, nem akartam elhívni. Ő nagyon nagy forma. Imádtam. Hello, csajok! Sziasztok, jó reggel kívánunk mindenkinek. Hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok! Jani, mikrofon így kicsit. Igen, igen. Nem baj, bejutottam. Nem. Kiki, csoda lányok még egyszer? Évi vagyok. Évi. Regina. Évi, Regina, hello csajok, honnan jöttetek? Én itt lakom a Calvin téren. Ó, hát ez a Vörös Marti tér. Igen, akartam. Én Atkáról jöttem. Atkáról. Atkár. De gyógyul? Vagy? Atka. Már egészen korán itt vagytok, lányok, hogy? Korán keltek. Korán keltem. Na. Ugye? Ugye? A Gordiusi csomót egyetlen ezt is vágásra. Átvágtuk. Jól van, lányok, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyek. Ah, nem, várjál csak, nem. A korukból kifolyólag lehet, hogy a második kérdés nehéz lesz nekik. Kicsit bekeményítettél? Nem, nem feltétlenül, csak nem tudtam, hogy ketten együtt lesznek, mondjuk, már ön mondja, hogy mondjuk 36 évesek. Na, jól van, lányok, dedikált nyakba akasztóért így szól az első kérdés. Izgultok? Igen. Azt látom rajta, rémület van az arcod, de kicsit megrémültél. Biztató. Melyik kontinensen élnek a berberek? Bekeményítette, Jani, mondtad, könnyű kérdés így elsőre. Hát ez csak így oda tetted, nagy, oda firkantottad. Én a berberekkel keltem és feküdtem. Tehát Afrikában. Afrika! Így van. Így van. Oké, csajok, mehetünk tovább? Mehetünk tovább. Igen, így szól mehetünk. A második kérdés dedikált Egér Alátítét. Melyik úszás nem olimpiai bajnok a Rózsa Norbert? Egyik és. Lehet, lehetnénk ilyen ravaszak is, hogy erre gondolom. Igen, nem szoktunk ilyet csinálni. Igen. Rózsa Norbert, melyik úszás nemben üvöltött az anyukátok, apukátok, mert ti szerintem akkor még nagyon fiatalok voltatok, amikor... Tippelünk. Milyen úszás nemek vannak? Hát ő mondott, gyors. Gyors. Van ilyen úszás, nem? Nem, Balázs? Hát van ilyen? Van. Van-e másfajta úszás? Mondjad? Van egy... Igen? Hát. Nagyon jól tippelsz. Nagyon jó. Igen, az is olyan is. Nagyon jó az összeset. Igen. Már csak kettő van. Billangó. Nagyon jó. Na, egyre jobb. És akkor mi van még? Most kéne mondani a jó válasz. Mellúszás. Aha. Önmagunk paródiája kezdjünk lenni ezzel a nagyon szigorú játékkal, amit itt elkövetünk, de hát kitelepülés van, ilyenkor egy persze. Kicsit lehetünk engedékenyebbek. Mellúszás, lányok. Aha. Mellúszás. De hogy kitaláltad, hogy így negyedikre? Mondjad? Nagyszerű válasz. Nagyon-nagyon nagyszerű válasz. Ő egy kiváló mellúszó volt egyébként. Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, zseni volt. De nagyon jó volt pillangóban, gyorsban. Így van, az is ment neki. De mellben volt a lesz. Nem fulladt a medencébe, pillangó se. Meg lehet-e állni, lányok? Igen, ez szerintem egy... De így is úgy is megkapjátok az ajándékcsomagot, viszont nem lesz egy harmadik rossz válasz. Azt nem egy feltétlenül rossz megoldás. Megálltok és kiszálltok két rossz válaszsal, vagy és tovább megyünk... És kívül esetleg? Mit csináljunk vele? Fel tudjátok tenni figyelj, a kérdést? Mi tízig vagyunk, teljesen fölösleges, abszolút egyébként, de szívesen, tehát felteszünk, de szerintem nem fogjátok tudom, ti tudni. Még ez újra szoktátok hasznosítani ezeket a kérdéseket, de... Igen. Egyrészt azért, mert látva az előző teljesítményeteket, hát nem biztos, hogy ellőném ezt a kérdést. Ne értsétek félre, lehengerlő lexikális tudással rendelkeztek, de... Én megállnék. Janinak meg van egy kérdés. Elviszitek az ajándékcsomagot? Vagy megpróbáljuk? Elvisszük. De az úgy is megvan, ha tovább mentek. Mi a témakör? Témakör? Eszköz. Eszköz. Nem az fogjátok mi? Tudni. Nem, aha. Szerintem se. Tényleg most komolyan mondom, a harmadik kérdés most kifejezetten nehéz. Egy eszköz régies elnevezéséről szól a harmadik kérdés, ez nem egy könnyű az kérdés. Az a könyv már múzeumban van, amiben ez benne van. Ja. Menjünk. Minek? Akarja, bizonyítani milyen? Akar. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Milyen hétköznapi eszköz régies elnevezése a finja? Na! Fogalmatok nem lesz. Pedig vidéki vagyok. Ezt városokban is használták előszeretettel ezt az edényt. Finja. Edény? Aha, na hoppá, na, hoppá. Nézd, milyen kis élelmes lett a harmadikra, de még így se fogjátok tudni. Na. Akkor legyen. Nézd csak oda. Mondjad.
Lányok, ez nem barkóban, mit mondta, serpenyő? Nem azt mondtam. Ja, ez csak így ki, ja, csak úgy sutok, azt sutat, hogy serpenyő. De nem az, aha. Meg kellett volna állni, lányok, próbáltam. Fedő? Kanna. Fedő, serpenyő, úristen. Nem hallani be. Én mondtam, hogy álljátok meg, ez a csészebögre lett volna. Ja. Csészebögre. Se nem serpenyő, se nem fedő. Nem az. Lányok! Őrület mi volt itt ebben a játékban? Hasítottam. Volt. Egyszerűen elképesztő. Megadjuk az ajándékcsomagot egyet-egyet, mert ilyen drágák vagyunk. Vágó Isten örül, hogy visszavonult. Az Egri János most tölti le magát benzinnel. Nem tudta a fincset, nem tudta. Csak ezt hallják a szomszédok. Kaptuk egy-egy ajándékcsomagot. Jó? Ez a mi jó indulatunknak köszönhető. Leginkább csajó, köszi a játékot. Ciao, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Fiúk, ott van a fia Misi reggel óta biciklivel, nem tud közel menni hozzátok, dobjátok meg két jeggyel. Hol vagy, Misi? Ott áll. Nézd meg. Most azt hittem, Misi 8 éves, hogy az anyukája írt, hogy ott van veletek, Misi nem tud közel menni. Mi jelentkezett egy ilyen 40 év körüli kis fiatalember. Ő az anyukájának még mindig a kisfia. Így van. Kettő darab DTM jeggyel. Ő Misi. Te vagy Misi. Anya menne a DTM-re, vagy te mennél? Vagy te meg anya? Uh-huh. Te meg anya? Nem inkább Misi bácsi. Akkor még kettő darab DTM jegy a hétvégi túrautó világbajnokságra. DTM hosszan, Jani? Deutsche Motorwagen Masters. Nem jó. Mi van? Minél többször mondod, annál jól elöltött. Motorwagen. Hát akkor Motorwagen. Hát őszintén szólva, engem ez nem azért foglalkozni. De nagy, hát te keverted magad ekkora. Szia, Misi, hát így szeret téged az anyukád. Így. De én meg írt SMS-t a kedvéért. Valamit kérdezni kell gyerekek, tudás alapú. Otthon laksz még? Nem. Hogy hívják az anyukádat? Éva. És tudja. Ástát, tessék, két darab jegyed étterem. Jár neki. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg szereted a DTM-et? Komolyra fordítva, mennél szívesen? Igen. Na, akkor jó, jó helyre ment. Örülünk. 2008-ban Düsseldorfban a városban rendezték a versenyt, és akkor ott voltam. Komolyan? Igen. Na, egy igazi DTM rajongó. Akkor érezzétek jól magatokat a Hungaroringen. Meg akkor még a Ralf Schumi ment benne, és az nagyon jó volt. Aha. Kicsit tud mindent. Minden információnak örülök a DTM-mel kapcsolatban, mert egy darab futamot nem láttam még életemben, és ez szerintem így is marad. De hogy ha te boldog vagy, akkor hajrá. Uh-huh. Nagyon, örülünk. Én nagyon-nagyon. Jó, jó helyre megy. Köszi, hogy itt voltál. Én köszi. Csáó. Három perc múlva pontosan 9 óra. Jövünk a hírek után. 9 óra múlt, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello, drága hallgató. Micsoda karmesteri tevékenység, micsoda vezélés, micsoda együtt mozgás, élés, lélegzés a közönséggel. Összegyógyoztunk. Összegyógyoztunk. Milyen az idő odakint? Hát nincs meleg, gyerekek, felhős. Csipős. Vég egyelőre, nem esik a hülyék, biciklivel jöttek. Én ugye elsősorban gratulálok, Ferko, okos vagy. Majd legközelebb fölhívlak hajnalba, így 5 körül, hogy mi lesz ma, Balázs, esik. Tudom mondani. Hogy lefekvés előtti utolsó pillanat, köpönyek.hu. Elolvasom, gyerekek, mindent ír. Már ígérték a hidegfrontot. Te egy hardcore kerékpáros vagy, Feri. Nem cukorból vagy, hanem húsból, csontból, bőrből és némi zsírból. De inkább zsírból, de ez most nem tartozik ide. Igen. Sziasztok, nem lehetek ott veletek, nincs is ott senkim, de kell a DTM jegy. Őszinte. Írja nekünk Heinz Harald Frenzen. Igen, írja nekünk Szankó. Ülök a retyó, nem tudok oda menni. Adtok DTM jegyet? Kérdezi valaki. Nézzük a közlekedési híreket. M7-es 101-es kilométer Nagykanizsa felé hátulról mérnek a pihenőből a szervek. Könnyes Nándi üzente ezt nekünk. M5-ös 113-as 114-es kilométer Budapestről Szeged felé kutya bóklászik, mindenki vigyázzon. Debrecen felé mérnek az M35-ösön, méghozzá 19-es kilométernél. Ezt Gábor küldte nekünk. És Balázs, itt állok a tömeg közepén, ilyen jó műsort még nem hallottam, egy Juventus hallgató. Komolyan ott van, nem én találtam. Hát igen, az ínséges idők után. Nem én találtam két, már 77-re végződik az SMS száma, be tudjuk mutatni. Az SMS írót az Alkotmánybíróságnak, ha majd kikéri tőlünk, hogy ki kommentelte így a műsort. Így van. Baleset a 8-ason Balaton-Gyepesnér, Devecser felé. Jól mondtam, Balatongyepesnél, Bégyepesnél az Balaton, nehogy van hülyeséget mondjak, mert hogy fejben konvertálok, Balatongyepes? Valószínűleg igen. Most meg már, hogy erre fölé is hívtam a figyelmet, így most már azoknak Bakongyepes. Is. Bakongyepes! Tudtam, hogy valami nem, Balatongyepes, nem! Igen, Gyepes Tudtam, hogy Bakongyepes, az viszont van. Igen.
Ott áll melletted egy lány, egy tárca süteménye. Hello! Jaj, de aranyos vagy. Ki vagy? Te honnan jöttél? Mészkács Anna vagyok, az Erbóból. Jaj, de aranyos vagy. Mondjuk Jani. Cukrászdát, hogy ez ne legyen mondjuk egy nagyon durva burkolt reklám a mérbe. Kávéház. Így van, így Cukrászda. Van. Egy a sok közül, ami itt van a Vörösmarty téren, ne is mondjuk többször ezt. Az a játék, hogy ki kell találni, hogy melyikbe kell fordítva szúrni a villát ahhoz, de nincs hogy... egyikbe se szúrva. Igazából bármelyikbe bele lehet fordítani, fordítva a villát. Gondoltam, én is elcsábítalak titeket, bár egy kicsit fiatalabb vagyok. De hát, talán ezekkel a finom sütikkel el tudlak csábítani. Nézd, egyikből se... adjuk ezt a süteményes sztorit! Egyikből se áll ki villa, és nem a hátsó bejáraton kell távozni. De hoztam tehát, villát is, tényleg? Úgyhogy lehet próbálkozni. Na, figyelj, nem egy reklámbeszélgetés, csak azt mondd el nekünk, hogy ez valaha, valamikor tényleg létezett, hogy 70 pluszos hölgyek beültek hozzátok. Lefordították a kávéscsészét, villát szúrtak a dobostortába, és a hátsó kiáraton távoztak fiatal macsó férfiakkal. Volt ilyen valaha a ti cukrászdátokban? Hát lehet, hogy volt. Én mindenkitől csak hallottam, hogy valakitől hallotta, hogy itt volt, de olyan emberrel még nem találkoztam. Lehet. Egyébként körülbelül havonta kapunk ilyen leveleket, hogy igaz ez, és akkor ő beülhet, és hogy ez hogy működik. Igen, mert valaki tiltakozik, hogy a karperec mégsem 24 karátos volt, hanem trombita rész. De mindenkinek a testvére, vagy az apukája, vagy a nagybátyjának valakije, az már biztos. De amikor te bemész, nincsenek 70 pluszos hölgyek, finoman kávét kavargatva. Gyertek be, nézzétek meg. Én nem láttam még. Egy dobostortával üldögélve egy órán keresztül, fürkészve a környezetüket? Az, hogy egy dobostortával üldögél valaki, olyat már láttam, de az, hogy ez idős hölgy lenne azért, hogy kutassa a fiúkat, olyat még. Figyelj csak, ha Janit belöknénk egy tesztre. Jó, hogy ha lehet? Lehet, persze. Az a baj, rád téged elvinnének. Az a baj, nem tudnék nemet mondani a sütire, és aztán a vége az lenne, hogy cibelnának ki hátrafelé. A titkos hátsó bejárat. De már a hatodik krémes után nem tudsz mozdulni, úgyhogy magáévá tenne. Igen. Krémes Szabál és makaront is lefegyelni, nem? Belenyalsz a somlóimba, Jánosom. Szép is lenne. Drága vagy, hogy hoztad. Köszönjük szépen. Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Köszönjük. Ezt a mítoszt akkor még nem sikerült se lerombolni, se cáfolni. Gyerekek, azért, ha valamiről ennyit beszélnek, az biztos, hogy valamilyen formában létezett. Ez nem, miért nem indult el ez egy Jókai téren található cukrászdáról, vagy a Deák téren található cukrászdára? Tehát ez nyilván azért indult el, mert itt volt ilyen a 70-es, 80-as években. Illetve hallgatóink írtak, hogy ők valóban ebből éltek. Tehát, hogy ez a jaj, nem emlékszem, biztos volt ilyen, de nem találkoztak amú. Volt. Csak nem mondj, nem fogják neked ezt elmondani. Hármunk közül, jó, én vagyok a legédes szájok, de te vagy egyértelműen hármunk közül leginkább a húsmágnes kategória. Szerintem egy kört megér. Baláskám, én nagyon szerettem a Mónika Show-t, de ha te vagy itt, akkor gyere, nyalj bele a kejhembe. Megyek én? Hát... És mi van, ha félreértek egy jelet, odaülök, csak kavargatja a kávét. Ez csak egy tesz. Csókolom, itt vagyok, mennyi. És elkezd verni egy telefonkönyvvel, érted, hogy ő csak beült egyébként ide kávézni, miért nem hagyom békén. De figyelj, de legalább belepillanthatnál egy kicsit a jövőbe, láthatnád, hogy mi lesz 40 év múlva otthon. Igen. Nem tudtunk meg semmi, gyerekek, ez az igazság. Amit ment a terelés. Jártatok, addig jártál ide pénzt keresni? Na, mint hova? Akkor semmi nem érdekes, nem tudja. Csókolom, itt az első sorban, kezi csókolom. Csókolom. Jó napot kívánok. Tetszett esetleg süteménybe állítani egy villát itt a cukrászdában? Nem. A francba. De állítana? Ha ott ülne a Jani? Most már késő. Dehogy késő. Dehogy késő. Késő, még nem deszerteztem. Dehogy késő. Na, van egy DTM kérdésünk, ami ugye arról szól, hogy valaki még adáson keresztül, vagyis SMS-t írva megnyerhet, plusz még egy DTM egyet, amit mi ma is sorsolunk, és a helyszínen is, mert még ma is van 2 darab, és holnap is 2 darab DTM jegyünk ugye a hungaroringi futamra. Egy csomó pár felé elosztatogatott, de ennek ellenére még van 2. SMS-ben kell elküldeni a jó választ, és ugye akkor még valaki másodmagával ma is nyerhet 2 darab jegyet. A kérdés rettenetesen nehéz, már-már szinte megválaszolhatatlan, mert hogy így szól, milyen nemzetiségű autóverseny sorozat a DTM? Mármint a Deutsche Tourenwagen Masters. Őrületesen nehéz, az óra előtt hívjuk a nyertest. Tényleg azok játszanak velünk, akik szeretnének nyerni, akik szívesen mennek ki, vagy akik olyannak tudják adni, akik DTM rajongók, tehát csupán nyereményvadászatból, hogy aztán nem menjetek el hétvégén, ne játszatok, azok, akik tényleg ott lennének szívesen. Aki itt áll a helyszínen, de ír SMS, az is írhat, nincs kizárva. Természetesen. Jó, úgyhogy nagyon egyszerű a kérdés, milyen nemzetiségű a túrautó világbajnokság?
Egyébként van egy másik ilyen városi legenda is, ami viszont nem, igazából nem legenda, mert valóság. Én először azt hittem, hogy legendáról van szó. Nagyon sokat üldögéltem, ezt már mondtam mondjuk reggel ezen a téren annak idején, és valamikor 10 éves koromban olvastam, hogy ez a szobor, ez a Vörösmarty szobor, ez közadakozásból jött létre. Rengetegen, gyakorlatilag teljes Magyarország területén mindenhonnan adakoztak, és állítólag akkor azt olvastam, hogy volt egy ungvári illetőségű koldus, aki egy ezüst pénzt ajánlott fel a szobornak az építésére, amit aztán nem költöttek el, nem vettek belőle semmit, viszont beépítették a szoborba, és ez állítólag mind a mai napig megtalálható, és lehet is látni, hogyha szemből nézi az ember a szobrot. És annak idén kijöttem, elkezdtem nézegetni. És elkezdted feszegetni. És igen, egyébként nem jársz messze a valóságtól, mert elég sokat fantáziáltam rajta, vagy azon, hogy mondjuk majd valamikor éjfél után kipattintom a szoborból, mert hogy egyébként ténylegesen ott van benne, hogy a szemből megnézitek, akkor jobb kész felől az egyik szoboralak mellett ott van egy ilyen kis megfeketetett ilyen kis kör alakú folt, az a bizonyos 20 máriás ezüst, amit az ungvári koldus ajánlott fel a szobor építésére. Tehát, hogy ez például, ez a legenda, ez igaz. Köszönjük, János, a kulturális kalandozást. Meg lehet nézni. Nézd meg, hogy fölkavarta. Oda néz, szólni nem tud. Egyszerűen nem oda néz. Nem, jó, egy kis kultúra kell az. Abszolút. Na, mit szóltok ehhez a kommentelős dologhoz azért? Ezt meg akarom kérdezni. Mert beszéljünk róla két mondatot. Hát mindannyian érintettek vagyunk benne, érintettek lehetünk. Rólunk azért elég sokat kommentelnek ilyen-olyan stílusban, inkább olyan stílusban. Bármilyen blogban, vagy bárhol megemlítenek valamilyen tévéműsorban bennünket, vagy rádióműsorban. Azért ugye, hát kapunk rendesen, és kap minden közszereplő, kapnak a politikusok, kapnak a médiások, kap mindenki a kommentekben. És hát ugye most szerintem sokan tudják, hogy ugye a döntött az Alkotmánybíróság, az internetes oldalak akkor is felelősek a jövőben majd a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak. Ugye röviden tulajdonképpen erről szól az Alkotmánybíróság döntése, aha, hogy maga az oldalüzemeltető lesz a felelős. Tehát a Morning Show oldalt ugye te birtoklod és üzemelteted, ha oda bárki bármit beír, akkor te mész a bőrébe. Igen, jó, hát ugye az Alkotmánybíróság határozata szerint azt mondta, hogy az internet nem jogmentes terület, aha, és hát az interneten zajló nyilvános kommunikációban az oldal is felelős, jogok és kötelezettségek vannak, és innentől kezdve az oldal lesz majd azért a felelős, ha ott bármi olyan kommentet írnak be, ami mondjuk sérti a jó hírnévhez való jogot, stb. De hát hogy akkor azért ez felvet egy csomó kérdést, hogy mi lesz a jövőben magában az internettel, a szabad véleménynyilvánítással, kommentelés közben van-e szabad véleménynyilvánítás, hogy a kommentelők 80%-a csak csupán, arctalanul, név nélkül, bántó szándékkal kommentel sokszor. Hogy most hogy jutottunk ide, és kipereltek, ez egy hosszabb történet, igazából mindegy is. A lényeg, hogy közlésnek minősítették, és az oldal felel majd a kommentekért. De ez azt jelenti, hogy oldal tulajdonosként nekem éjjel-nappal figyelnem kell, és azonnal kell. Igen, azonnal levenni az olyan jellegű hozzászólást, ami csak azért is nehéz, mert én most egy ilyen nicknamevel, vagy hogy hívják ezeket, beírok valamit, rögzítem a képernyőt, ugye le lehet fotózni. Így van, ezt elküldöd. Ezt elküldöm, és téged azonnal fórumra megbüntetnek. Pontosan így van, és azért nagyon ez jó. Nagyon nagy probléma, mert gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, nem fogsz tudni ott ülni a képernyő előtt, és éjjel-nappal figyelni azt, hogy kik és mit írnak be. Egyrészt, másrészt pedig pont ezért hosszú távon ez akár azt is jelentheti, hogy gyakorlatilag a kommentelésnek, mint olyannak, mint gyakorlatilag a véleményformálás egy, vagy a véleményszabadság egy formájának vége lesz, mert azt fogják mondani a különböző internetes felületeknek az üzemeltetői, hogy kérem szépen, én nem fogok tudni erre sem embert, sem időt, sem energiát szállni, hogy figyeljék reggeltől estig a kommenteket, akkor inkább ne legyenek. Nincs komment, így van, leadom a hírt, ne kommentáld. És ez nem jó. Ez nem jó, semmiképpen nem jó. Egyrészt azért, mert azért valljuk be őszintén, tök jó dolog kommentelni, tök jó dolog véleményt cserélni, eszmét cserélni bizonyos témák kapcsán. Egyébként ez nekünk is nagyon jó. Tehát a mi Facebook oldalunk is dübörög, a honlapunk is dübörög, nagyon sokan vannak fent, nagyon szimpatikus emberek is, megosztják velük a gondolataikat, amiket mi sokszor kérünk is tőlük. De ugyanakkor van egy csomó olyan troll, aki fölmegy, és akkor beír, beüzenget dolgokat ennek annak amanak, ami miatt aztán minket vehetnek majd később elő. De akkor ez azt mondja maga után, hogy Mark Zuckerberg a Facebook alapítója megjelenik majd a legfelsőbb bíróság tárgyalásán, és tehát hogy kell ezt tulajdonképpen elképzelni? Nem, azt te vagy az üzemeltetője, a saját Facebook arckönyvtár oldaladnak, te vagy az üzemeltetője, hiába ő a tulajdonos nem, az hát egésznek. Nem, hát de pontosan nem. Arról van a dolog, hogy ugye hatékonysági szempontok alapján
nem azt vonják felelősségre, aki a jogsértést elkövette, hanem azt, aki tulajdonképpen az oldal üzemeltetője. Hát de nem én vagyok az oldal üzemeltetője. De a saját arckönyvtáradnak, ha te csinálsz egyet, vagy például a Morning Show-nak, annak mi vagyunk az üzemeltető. A Morning Show.hu-nak igen, de a Facebooknak nem. Dehogy nem, annak is. Ő a tulajdonosa. Azt a Balázs elintézte, hogy egy Kajmán-szigeteki offshore céget. Ja, akkor oké, akkor adjuk a francba az egészet. Igen, tulajdonképpen ezzel ugye nagyjából az a baj, bár én azért a kommentelők közül sok mindenkit nem sajnálok. Tehát arctalanul, névtelenül beírogatni, megbántani mindenkit, anyázni, tehát amilyen irányban az, az elmúlt 10 évben ment, igen, azért az nem biztos, hogy valamilyen úton módon megpróbálják szabályozni. Ezzel az a legnagyobb baj, hogy ugye egyrészt nem azon kérik számon, aki valóban elköveti. Nem jó megoldás. Ráadásul ez mihez vezet? Ez tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy egy oldal nem fogja kockáztatni azt, hogy ő belemenjen hosszú perekbe, ahol akármik fizetnie is kell, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy tiltom a kommentelést. Mit tiltok? A szabad véleménynyilvánítást ezzel. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek szerintem ez a nagy baja, és ide mutat az Alkotmánybíróság döntése, hogy ezzel nem azokat szankcionálják, akik egyébként anyáznak, mert sok ilyen barom van, nem? Bántottak meg már minket is, már nem vagyunk annyira perverzek, hogy ezeket elolvassuk. De hogy tulajdonképpen innen megszűnik az a fajta véleménynyilvánítás, nem? Így ami van, nem csak van. Arról szól, hogy ott anyáznak, hanem véleményt cserélnek, ugye fölmész egy orvosi oldalra, fölmész egy ingatlanos oldalra, pont ebből indult egyébként a dolog, hogy ott egy ingatlanos oldalon valaki durvában beszólt, és akkor ők elmentek, pereltek, na taszhoz, de hogy tulajdonképpen ugye mi történik? Hát akkor minden oldal nem fogja bevállalni. Azt mondják, hogy nálunk nincs kommentelés. Ennyi. Ezt már néhányan csinálják, sehol nem lesz kommentelés. És 20-30% hülye miatt, 70% pedig nem tudja elmondani azt, amit akar. Ezzel ez a legnagyobb baj megint. Igen, csak mondjuk azért a sértegetések sokszor Magyarországon tudott, tehát hogy az már nem vélemény volt. Tehát kommentelni és sértegetni, azokat én azért nem sajnálom, mert mindenki azt gondolta, hogy kommentel, de amiket elolvastál egy-egy hír alatt sokszor, tehát ami ott ment, az nem, hogy maga volt a fertő, azért nem kár. Nyilván kár azért, hogy valaki nyugodtan szabadon leírassa a saját véleményét. De az, tehát azért a magyar kommentelők 80%-áért szerintem nem kár, és ezt kimerem jelenteni. Mert arctalanul megbántani, olyanokat beírni, az anyját szídni valakinek, az a legkönnyebb. Azt nem tudom, hogy miért nem kötötték valamilyen feltételhez. Tehát miért nem az van, hogy a hivatalos regisztrálás. Hogy van egy regisztrálás, hogy van egy mobilszám, visszakereshető, vagy tehát valamilyen úton módon azonnal a legdurvább szankciót meghozni, az nyilván nem egy jó döntés szerintem. Nem? Mert itt azt mondtuk, hogy van egy valaki, aki sértegett, van 8 másik, aki ír normálisan, töröljük le az egészet, senki ne írhasson semmit. Hát ez butaság. Csak picit olyan tényleg ez a döntés, mint hogyha azok miatt, akik mondjuk ezt a teret is, vagy mondjuk közterületeket összeszemet. Telnek, mondjuk a fővárosi közterület fenntartóval ZRT-t büntetnék meg, mert azt mondják, igen, hogy... Igen, viszont én meg nem? Azt gondolom, hogyha van egy bulvár orgánum, mondjuk egy bulvár sajtó, egy napilap, aki direkt hangulatkeltő cikket ír, és direkt úgy írja meg, azután vállalja a felelősséget azért, ha valaki oda úgy bekommentel, érted? Tehát megírni egy olyan cikket, amiben te valakit rossz színben tüntetsz föl, valakit leírsz úgy, ami egyébként nyilvánvaló a hazugság, és utána majd van egy polgári peres eljárás, és utána azt mondja, hogy büntessék meg azt, aki bekommentel, azért büntessék meg azt is, aki írta ugyanakkor azt a cikket, érted? Tehát én például a bulvár sajtónál azért ezt a fajta büntetési tételt, vagy azt, hogy nekik erre oda kell figyelni, vagy moderálni, vagy megszüntetni, mert egyáltalán nem sajnálom. Mert ott már a cikkek vannak olyan hangnemben megírva, hogy utána fölhergelem a tömeget, és mit akarok elérni? Azt akarom elérni, hogy ezt a cikket minél többen kommenteljék. Ugye? Mert akkor pörög az oldal, látogatottsági számot hozott. De ott már direkt úgy írom meg, aljas, rohadt szemét módon, torzítva, ferdítve egyébként azt a cikket, ami nem igaz. Nekem ebből elég sok perem volt bulvár újságoknál. Van, ami melyik viszonyunk rendeződött. És utána ugye büntessék meg a kommentelőket, azokat az embereket, akiket egyébként a cikk alapján már úgy hergeltek, hogy odaállt, azt csinálta, ellopta, ott parkolt, stb. Nem így van? Így van, de abszolút így van. Hogy azért ilyenkor vonják felelősségre magát az orgánumot is, aki egyébként felületet ad, tehát ezt nem sajnálom. Tök csak érdekes. Nullával egyenlővé tenni, az nem biztos, hogy jó. Persze, illetve pontosabban jobb. Ezt vonja maga után az ítélet. Hát csak nem tudod, hogy szabályozni, illetve kellene egy úgynevezett ilyen internetes azonosító kártya, tehát neked valahol hivatalos helyen be kell regisztrálni, személyivel, névvel, telefonnal, arccal, és onnantól kezdve kommentelhetsz, mert ha baromságot írsz, akkor elővehető vagy. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez alapvetően egyébként egy megoldható dolog lenne akkor, hogyha mondjuk te neked valamilyen formában ugye regisztrálnod kell minden egyes oldalon. De ezt a regisztrációt ezt megteheted úgy is, hogy gyakorlatilag egy fiktív névvel, fiktív abszolút. Címmel, fiktív
fiktív telefonszámmal, stb. Hogyha ez úgy lenne leszabályozva, hogy ezek ne lehessenek fiktívek, ezek az adatok, tehát valamilyen szinten vissza kellene nekik igazolniuk, és kapcsolatba kellene lépnetek egymással, és leigazolnod magadat, hogy te ténylegesen az a személy vagy, akkor ez a dolog már működne, mert onnantól kezdve minden egyes vélemény nyilvánításodért te elővehető lennél. Tehát gyakorlatilag a fiktív, anonim regisztrációkat kellene megszüntetni. Csak az a baj ezzel az egész szabályozással, hogy úgy tűnik, mintha az igazság keresésében gyakorlatilag pont az igazságot nem vennénk figyelembe, mert hogy nem azokon csattan az ostor, meg nem azokat vesszük elő, akik mondjuk hibásak lehetnek ezeket a dolgokat, vagy akik miatt elkezdték ezt a szabályozást így létrehozni, hanem mindenki más is lesöprünk az asztalról, és ezzel gyakorlatilag elkenjük a dolgot. Nem, érdekes a helyzet, mert hogy nem lesöpörték, és azt mondták, hogy beszüntetjük a kommentet, azt mondták, hogy moderálni kell, de az itt lehetetlen helyzet, hogy egy nagy portál 0-24-be ala ugye ember tartson, tehát mi lesz? A portálok saját maguk döntenek majd úgy, hogy ők nem adnak kommentelési felületet. Ebben az az érdekes dolog, hogy például az Alkotmánybíróság tudta, hogy ez jön maga után, de szerintem igen, nyilván lehetetlen feltételezés egy-egy hírportálnak 0-24 órában 6 moderátort odaállítani, ahogy mi sem fogjuk tudni megcsinálni a saját morningshow.hu oldalunkon, hogy valaki beírja, hogy Köcsök Balázs, mondjuk én nem rohangálnék ezért bíróságra, mert ez a dolog nem érdekel, de hogy azt abban a pillanatban moderáld, érted? Erre nincs apparátus. Ha ilyen beírások jönnek, akkor előbb-utóbb te kénytelen leszel úgy dönteni, hogy akkor elveszed a moderálási lehetőséget, mert nem akarsz egy fél bolond miatt mondjuk te is bíróságra járni, azért, mert valami baromnak az a legnagyobb szórakozás, a 18 éves pattanásos izzadságszagú, tudod, szűz még 30 éves senkivel nem feküdt le, ezért haragszik a világra, emiatt én nem fog bíróságra rohangálni, én is úgy döntök, hogy a morningshow.hu nem lesz kommentelés. Én nem megyek miatt a bíróságra, már nem rád néztem miatt. Miért is szokott ilyeneket beírni? És mindig azt mondja, Köcsök Balázs. Nézd meg, Jani, hogy szídnak. Tudod, ő meg kimegy titokba, és a budiról a telefonjáról szépen beírja. Kimegyek kávét főzni. Tehát, hogy itt a kérdés az, hogy az Alkotmánybíróság vajon tudta, hogy ez ezt vonja maga után, és ha viszont tudta, akkor az az igazán szomorú. Mert ugye ő nekik arra kellett volna gondolni, hogy gyerekek, ha ezt a kritériumrendszert állítjuk föl, akkor előbb-utóbb az történik, hogy minden oldal így dönt. Viszont ha minden oldal így dönt, az már erősen csorbítja, ugye, hát a szabad véleménynyilvánítás kategóriáját. Tehát, hogy nem jó egy tolvonással tönkretenni egy nagy online közösség rendszert úgy, hogy azért néhányan tényleg barmok. Szóval nem tudom, hogy mi a megoldás. Valaki írja a kedves hallgatók közül, jók egyébként konkrétan, hogy mi azért elég sokszor megcsipkedünk másokat, és hogy mi a különbség akkor köztünk meg a kommentelők között. Hát az, hogy az a különbség, hogy te Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs és Vadon János, és egyébként Üllői 102, 6-tól 10-ig tetten érhetők vagyunk. Én azt gondolom, hogy most nem magunkat végül, meg nem is kell, hogy azért, aki például egy online kommentelést egy-egy tévéműsor kritika után, vagy egy bulvárcikk után elolvas, és összehasonlítja a mi csipkelődésünket azzal, ami ott valójában történik, a kányázástól elkezdve a mindenféle jelzőkön keresztül, hát mondjátok meg, hogy az elmúlt 10 évben kicsipkedtünk így meg, nem? Ráadásul, ahogy te is mondod, arccal felvállalva névvel, és valahogy egyébként még egyetlen egy polgári peres eljárásunk sem volt mondjuk becsületsértése, mert mindig tudjuk, hogy hol a határ. És az a szomorú egyébként. De hogy azért a kettőt összehasonlítani nem lehet, mert ott azért, ha tudod, hogy mi zajlik a kommentelésben, és beleolvasol, azt a fajta önpusztító, rosszindulatú, arctalan, és alaptalan, nagyon fontos. Direkt bántó, a saját életében megélt frusztráltságot, fájdalmat a kommentekbe beleíró létet ott, hát azt olvasni, hát azt szerintem senkinek nincs energiája, mert egy fertő. Összehasonlítani mondjuk a mi csipkelődésünkkel, hát azért ez a kettő nem ugyanaz szerintem. Mondja, Gyani, mit akartál mondani? Hát azt akartam mondani, hogy felvetettél egy dolgot, és mi is érintve voltunk egy ilyen történetben, és érdekes, hogy a mi konkrét jó hírnévhez való viszonyunkat mondjuk egyértelműen sértő cikk alapján például nem vontak felelősségre újságírót, nem vontak felelősségre egy ilyen bloggert. Tehát, hogy simán lehetett volna. Ehhez képest most meg gyakorlatilag mi leszünk felelősségre vonhatók, úgy adott esetben egy kommentelő miatt, egy troll miatt, hogy gyakorlatilag semmi közünk nincsen ahhoz az emberhez. De amikor káanyáznak konkrétan egy cikkben, akkor ilyenkor hol van például az Alkotmánybíróság, meg hol vannak ezek a jogvédők? Igen, hát itt ugye az az érdekes, hogy néhány bulvár már úgy csinálja, most nem feltétlenül nyomtatott sajtóra gondolok, hanem internetre, hogy lehoz egy cikket, azt alá kommentelik, és utána az alá kommentekből ő ír utána még egy cikket. Tehát, hogy na, azokat azért tényleg közben büntessék meg, tehát ezeket nem fogom sajnálni, de mindegy, ez már önismétlés. Hát én egy kíváncsi vagyok, jó, a morningshow.hu-ra, ha beírtok, ti mentek a bíróságra, én nem ülök ott, semmit nem írtok be, töröljük az összeset, majd Jani megy. Meghatalmazlak téged, menj te a bíróságra. Menjél, tényleg, ez jó ötlet. Itt vagyok, hol az ügyvéd?
Milyen, nem intéztél magadnak? Mondtam, hogy vigyél oda ügyvédet, Jani. Igen. Csináljuk azt az egyes körökben, ez működött hosszú időn keresztül, hogy érted, hogy ti megcsináljátok a balhét, én meg elviszem egy 1500-ösért, jó? Jó. Oké, kiülök a sítről, és várjon ott egy piros 1500-ös, jó? De teletankkal. A rádió antennán, érted? És teletankkal, és nem 95-ös benzinnel. Jó, és röhögsz, de azt nem tudod, hogy a morningshow.hu-nak már egy éve te vagy a tulajdonos, ja. Mert rád irattuk, úgyhogy lakcímmel kifotóztuk a lakcímkártyádat, a nevedem van, a cégeddel, teljes vagyonoddal, mindenért felelsz, úgyhogy most még mosolyogsz. Na mindegy, jó, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, érdemes volt erről szerintem beszélni. 9:50 pontosan 4 perccel, nem sokára hívjuk az 5 napi nyertes, illetve a tegnapi hármasugrás nyertesünk közül valakit, aki ugye hát nyertes lehet még, és a DTM kérdése még jöhetnek a válaszok, hogy milyen nemzetiségű maga a túrautó világbajnokság. Ugye ezt kérdeztük, SMS-be lehet elküldeni a jó választ, mi pedig jövünk a reklám után. 3:40 múlt, nem, még csak lesz, 5 perc múlva. No. Lassan 40 éves vagyok, csak megtanulom, nem? Mert egyszer digitális, egyszer mutatós. Szerintem erre a kis időre már ne küzdjél vele. Mindig elgondolkozom, hogy annyi minden... Ha még Szardínián élnénk. Igen. Ott meg tök mindegy, hogy mennyi az idő. Igen, mindig elgondolkozom, és mire visszajövök a valóságba, addigra már bemondom az időt, úgyhogy még agyban nem itt vagyok. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Ugye itt volt a mi drága Gáborunk, nagyon érdekes dolgokról mesélt, 4 nagy népcsoportot nevezett ő meg, ugye ez az úgynevezett kék zóna. És kutatók azt tanulmányozták, hogy ebben a kék zónában miért élnek olyan sokáig az emberek, mit csinálnak, mivel foglalkoznak, mit esznek, mit isznak. Érdekes volt a tanulmány lényege. 100 évig élő, vagy akár még tovább élő emberekről van szó. Ugye egyrészük Japánban él, másrészük serpák, vannak akik Szardínián, de mindegyik közös volt, vagy mindegyikükben az a közös, keveset stresszelnek, jól esznek, és kevés állati fehérjét fogyasztanak, több mint 100 évig élnek. Érdemes őket tanulmányozni, erről mesélt nekünk egy kicsit. Hát ha egy picit az ember bele tud építeni a hétköznapjaiba, abból, amit Gábor elmondott, vagy azon életvitelből, akkor az már esetleg segíthet. És az is elhangzott, ugye, hogy Budapest viszont vörös zóna, ezt eddig is tudtuk néhány utcáról, de hogy az egész... Hát igen. Bizony. Én erősen elgondolkodtam egyébként rajta, hogyha nem kizárólag az intenzív nemi élet, akkor adventista leszek. Nem. Ugye magát sokszor fejletnek mondó Európa egyébként mi történik, bererak egy ilyen közegbe, mint a modern társadalom, használod minden vívmányát, szépen lebetegszel, majd elmész orvoshoz, ahol tele tömnek gyógyszere. Csak ebből kiszakadva például Okinaván vagy a serpáknak egészen más életvitelet, közvetlen kapcsolatban természettel, kevesebb stresszel, nyilván azért a 100 évig élhetés is valahogy adottabb, mint nekünk itt mondjuk a Kárpát-medencében, vagy akár az egész európai életformát nézzük. Sok választási lehetőségünk van, tehát ezekkel a vívmányokkal, meg ezekkel a dolgokkal nem feltétlenül kell foglalkozni, nem kell neked mindent elfogadnod, amit a fejlett nyugati civilizáció ad. Én a vívmányt úgy értem, hogy itt dolgozol, internetezned kell a híreket, olvasnod kell, az már téged nyomaszt, jössz, mész, itt élsz, tehát hogy ebből nem tudsz igazán kiszakadni. Nem, szerintem, ha csak tényleg nem mész el egy szigetre valóban. Csökkenteni tudod a hatásait, igen. Igen. Na jó, szóval Gáborral erről beszélgetünk, érdekes volt, valamint meglepetés bulik is szóba jöttek. Rengeteg SMS-t kaptunk, hogy kinek hogy sült el a meglepetés bulija, a meglepetés születésnapi bulija. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 9 perc múlva pontosan 10 óra, az M1-esen Budapest felé Komáromtól 10 kilométeres torlódás. Kaptuk ezt most SMS-ben, ha valaki pontosabban tud írni, mi történt, baleset, pályazár, láttok-e valamit, segítsetek, jó, hogy tudjuk mi is mondani. Na, hívjuk akkor először a DTM játékunk nyertesét. Ugye nagyon egyszerű volt a kérdés, milyen nemzetiségű a német túrautó világbajnokság. Most már azért mondhatom, hogy német, mert hogy már hívjuk is ugye a nyertes, aki nyilván jó választ küldött, tehát ő ezzel már semmiféle új információ birtokába nem kerül. Ez volt a kérdés. Ma is adunk még 2 darab jegyet, ugye játékosnak, illetve még holnap is nyerhet valaki, ugye a hétvégén megrendezéseket a Hungaroringi futamra. Farkas Csaba, Morning Show. Csaba, hello, 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 Morning Show. Jani Balázs Feri, hello. Sziasztok. Csaba, küldtél... De, bizonyám, küldtél nekünk jó választ, ugye? Ha jól emlékszem. Igen. Hát igen, nem volt túl nehéz a kérdés. Nem, azzal nem lehet bennünket megvádolni, hogy olyan nagyon nehéz kérdésekkel izzasztjuk meg a hallgatóinkat, ha valami ajándékról van szó. Mi a jó válasz? Hát természetesen német. Így van! Ja. DTM, Deutsche Tourenwagen. Így van. Szereted, vagy valakit meglepnél ezzel a jeggyel, Csaba? Hogyne, hát a fiammal szeretnénk kimenni. De jó. Mi hatalmas autó sportrajongók vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk neki.
Hány éves a kisrác? 12. 12, hát akkor neki ez nagy élmény lesz. Volt már ilyenen? Persze, hát Form 1-től kezdve. Mi minden rendezvényen kint vagyunk a Hungaroringen. Imádjuk. Én vagyok a pályaőr. Hogy vagy tovább? Rokonotok a Gyulai, vagy hogy? Nem, sajnos nem. Sajnos nem. Jól van, hát akkor újra ott lesztek most hétvégén. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, és üdvözlök mindenkit. Köszönjük szépen. Átadjuk, akik itt áll. Ők is nagyon üdvözölnek nekem, jó? Na, esetleg, ha valaki most nincs itt, adjátok tovább, jó? Csaba, köszi, ciao. Szia. Köszönjük szépen, szervusztok. Hello, hello. Na, ugye Sony játékunk jön, 5 darab óranyertesünk volt tegnap, illetve a tegnapi hármasugrás játékosunk, így jött össze a 6 ember, a 6 ember közül most valakit Anna visszahív, igazából véletlenszerűen sorsolva, és ha megválaszolja helyesen azt a baromi nehéz kérdést, amit kap, ugye ez a foci VB játék, akkor megnyeri a napi ajándékot. Van egy fődíjunk is, majd egy szuper luxus balatoni apartmanban meccsnézés, és utána 4K Sony TV hazavitele. Igen, hajnalban, hogy a haverok ne lássák. Halló, tessék! Hello, Balázs Morning Show! Nem mondod! Hello! Hello, Baljan és Eri, sziasztok! Hello! Hogy hívnak, hello? Ákos vagyok. Ákos, te akkor tegnapi óra nyertes valamelyik órában a Csabinál, ugye? Így van, életemre először nyertem bármit is, úgyhogy most aztán végképp meglepődti is hívtatok. De jó, na, hát akkor ez már jó helyre megy. Figyelj, melyiket választanád először? Még ez nincs meg, mert hogy válaszolnod kell egy kérdésre. Sony Xperia Z1 kompakt okos telefon, vagy 32-szolos LED Smart TV, jelentsenek ezek bármit is. Hát én a TV-t választanám. TV? Egyébként én is. Az első vagy, eddig mindenki a telefont vitte. Komolyan? Úgy emlékszem. Hát telefonom van. Nincs tévéd? Van, de régi. Ja, mert úgy mondhat, hogy telefonod van, mintha nem lenne tévé. De hát van az tévé. Is vezetékes a telefon is, de van. Hát, jófolyó tévének, ami van, igen. Jó, tehát akkor a tévét szeretnéd. Uh-huh. Oké, de ez még nincs meg. Mert hogy tudás alapú kérdés kell. Felkészültek? Hát remélem, hogy valami hasonló lesz, mint a mai eddigiek, mert hallgattam a műsort. De a tegnap is nagyon nehéz volt, nevezd meg két szint a brazil zászlóból, de döbbenetesen nehéz kérdések voltak, elképesztő. Na, jó. Izgulsz? Gyerek. Aha, igen. Kicsit azt hallom, hogy elképzelted a tévét ott valamelyik falon, a hálószobában, a nappaliban. Abszolút, ezt már abszolút, igen. Félszemmel nézed ezt a tévét. Igen, nézném. Most képzeld magad elő, hogy elkezd távolodni tőle. És és három ember azt mondja, nem nyertél, köszi a játékot. Na figyelj, fociban otthon vagy? Mondjuk, igen. Jó, hát mert hogy foci VB játékunk van, ugye? Így szól a kérdés, melyik ország a legtöbbszörös, vagy a igen. Van ilyen szó? Melyik ország labdarúgó válogatottja nyerte el legtöbbször a világbajnoki címet? Jó, most mit kell stréberkedned? Jó, de csak most bocsássatok meg, hogy egyszer végre ki tudtam nyelvbotlást nélkül mondani egy rohadt kérdést. Szóval ki a legtöbbszörös világbajnok, ha lehet így mondani, melyik ország foci válogatottja? Na a legtöbbszörös bajnok. Hát tippelek, de szerintem a brazil. És milyen jól tippeltél! Igen! Megvan a tévé. Hova megy a lakás, melyik részébe rakod? Hát az egyetlen tévé helyére, tehát a nappaliba. Nappali. A kék szalomba. Oké, az orvosszobába. Ügyes vagy, a brazilok nyertek ötször így. Oké. Ákos, gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Köszi a játékot. További jó napot nektek. Ciao. Köszi. Hello. Na gyerekek, számos teendőnk van. Még hívjuk a naphallgatóját is, aki mondja, hogy Morning Show, ő is nyer egy ajándékcsomagot. Mindig csak adunk. Adunk és adunk. Ez egy olyan jó karma, komolyan mondom. Szerintem ez még nem a csöngés volt. Nem így csörög. Nem. De nem ám. Most. Se. De most. Aha, majd kicsit később. Hallgass! Ez lesz az majd valamikor a távoli jövőben. Figyelj! Nem, ennek a helyén hol lesz az. Ez az, ami nem. Most jön majd. Majd a helyén. És... Morning Show! De jó vagy! Sikerszériában vagyunk, gyerekek. Hello, nem írtad alá. Hello, szia, István vagyok. István, azt írtad nekünk, hello fiúkák, itt ülök a cukiban, mindenem bizsereg. Műsor után talizunk el, igen, nem fogazok, Erzsike bébi. Utoljára cuppan, az siessetek. Ezt írtad nekünk. Így van. Gondoltam, nem fogazok, nincs pajzán. Igen. Kimenjen három közül. A Jani akart. Még beszélek Erzsikével, hogy konkrétan jó. Szeretne. Beszélj vele, oké, megvan az ajándékcsomag, jó? Küldjük neked, te vagy a hallgatója.
Helyleg. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Hol hallgatsz minket, Helyleg? Budapesten vagyok. Budapesten. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szuper. Köszönöm, én is. Ciao, hello, hello. Na, megvan minden? Uh-huh. Na, hiányérzetem. Ha mindent kisorsoltunk, odattunk, elosztogattunk, minden, ja, azt minden. Hittem a táskájára gondolsz, mert Jani már azt ellenőrzi. Jani megszorította. Jó van, holnap én nem vagyok, ketten vagytok, úgyhogy hétfőn. Jó? Lesz metál 6 és 7 között, csak ja. Mondom. Vagy igen, nem, valami kis szoftrok mehet, csak ne valami nagyon hörgös, tudod, ne. Az elkapcsolási faktor. Ne. Finomka lesz? Finom lesz, nem lőnöm, semmi durvulat nem lesz egyébként. Van Korn vagy Rammstein, vagy ilyen hörgő. Na jól van. Drága hallgatók, holnap tehát Jani, Feri, hétfőn pedig hárman. Mindenkinek köszönjük, aki itt volt, nagyon helyesek vagytok. Még így rövid nadrágban is, ami a mínusz 4 fokos kis hidegfrontban. Jönnek holnap a srácok 6-kor, hétfőn pedig újra együtt. Nagyon vigyázz magadra, nem tudjuk hova mész, nem is érdekel bennünket, és látod, hogy mennyire izgulunk, hogy azt mi látom, lesz. Hogy a könny a szemetekben már tényleg ott megcsillan. Nagyon várunk vissza, ugye Jani? Látom, mennyire nagyon megrázott a hír, na menjünk már. 2:10 Csabi jön a kíváncsi műsorra, pontosabban nem Csabi, hanem a Garami. Bizony. Mert hogy, hát Csabi valamit csinál. Uh-huh. Pihen, úgyhogy Garamitól tudtok számot kérni. Jó, 555-55-00, ez a telefonszám, a fiúk jönnek holnap. Szevasztok! Sziasztok!